Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, intézményvezetőket, a lakosság részéről megjelent személyeket, és külön köszöntöm dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornokot, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetőjét, valamint Gódor Ferenc urat, az aszódi rendőrőrs vezetőjét. A mai ülés napirendjére vonatkozó javaslatot a képviselőtestület írásban megkapta. Két ponttal szeretném kiegészíteni, vagyis szeretném, ha a testület elfogadná, hogy a napirendi pontokat két további ponttal egészítsük ki, ugyanis a testületi meghívó és a testületi anyag kiküldése után érkezett a Játéksziget óvoda kérelme, mely szerint a óvoda nyári nyitvatartásáról ugye a képviselő testületnek kell döntenie, tehát ez lenne a további napirend, és 8. napirendként pedig én szeretnék beszámolót, illetve tájékoztatót adni a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről és a jövőben várható eseményekről egy tájékoztatást adni. Tehát megállapítom, hogy tulajdonképpen teljes létszámmal határozatképesek vagyunk. Én kérem, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Urbán Attilát és Langa Gábort fogadja el a testületülés. Szeretném megkérdezni, hogy a napirendre vonatkozóan további javaslat a képviselők részéről van-e? Igen, Kalcsi képviselő. Én szeretném föltenni a temető melletti személytelepnek a sorsáról. Beszélgetnénk egy kicsikét. Jó, de igen, de benne van egyébként az általam tervezett utolsó napirendben. Igen, Langa képviselő. Én kibővíteném, hogy esetleg a buszmegálló felújításokról, hogy váltsunk egy pár szót, meg a kockató bővítésről, vagy ott a teleprendezés, vagy tehát, hogy ott egy kicsit rendet rakjunk, vagy hogy körülbelül hogy áll, vagy igazából ennyi. Jó. Igen. Az utak állapotáról beszéljünk, illetve mikorra tervezzük a mellékutaknak a felújítását, vagy helyrehozatalat. Jó. Akkor, igen. Igen. Én is szeretnék, hát az egyik aktuális, itt vannak ugye a Gödöllői Rendőrkapitányság, illetve az aszódi rendőrös vezetői. Régóta kérdés kartalon, hogy egy körzeti megbízottat sikerülne kapnunk ezzel kapcsolatban, hogyha egy kis tájékoztatást kaphatnánk. A következő, amit szeretném, hogyha egy kis tájékoztatást kapnánk, két héttel ezelőtt egy beadványt adtam állami támogatás visszaigénylésével kapcsolatban, hogy hol áll ez az ügy, illetve az óvodai Viszmajor helyzet a dugulás elhárítás költségeiről, hogyha nem tudom, az anyagodban benne van ez a tájékoztatás, vagy erről készültél-e? Jó, én azt gondolom, hogy az utolsó pontként javasolt tájékoztatóm után a most felvetett kérdésekre úgymond térjünk vissza. Én nem gondolom, hogy ezt külön napirendként kellene most tárgyalni, mert ez tulajdonképpen mind olyan kérdés, ami még előkészítést igényel, és nem gondolom, hogy... Tehát én nem akarom azt mondani, hogy ne húzzuk az időt, de haladjunk a napirendi javaslat szerinti napirendi pontokon, és a legvégén, amit úgymond kérdése nem kap a képviselőtestület választ az én tájékoztatásomból, azokra a kérdésekre visszatérünk a legvégén, de nem gondolom, hogy ezt így külön napirendi javaslatként fel kellene venni. Jó, akkor amennyiben az így kiegészített napirendi javaslatot a képviselőtestület elfogadja, úgy kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Jó, megállapítom, hogy a napirendi javaslatot egyhangulag a képviselőtestület elfogadta. Akkor az első napirendi pontunk a Gödöllői Rendőrkapitányság 2014 évben végzett munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása. Ezt az anyagot a képviselőtársaim, ugye a szokásunkhoz híven, feltöltve megkapták, ugye, és ezt át tudták tanulmányozni. Én azt szeretném kérni, hogy dr. Bozsó Zoltán úr, a rendőrkapitányság vezetője,
egy kicsit emeljen ki bizonyos részeket az írásos beszámolójukból, hiszen a lakosság ezt nem olvassa, majd legfeljebb, amikor ugye feltöltjük már a honlapunkra, és amit még szeretne nekünk elmondani, azt szíveskedjen elmondani, és utána valószínű, hogy itt, ahogy elhangzott a képviselőknek, lesznek kérdése, és akkor felkérem akkor a tájékoztató kiegészítésére. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselőtestület, hölgyeim, uraim, tényleg röviden szeretném kiegészíteni azt a írásos anyagot, amit elküldtünk. A gyakorlattá vált most már, azt mondom, ez a fajta metodika, amit elküldünk így írásos formába. Ennek pontosan az a lényege, hogy az összes 27 település, ami a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességéhez tartozik, benne van az anyagban, lehet összehasonlításokat tenni benne. Láthatják azt, hogy melyik településen milyen lélekszámra, milyen bűnügyi terhelés jut, illetve külön ki vannak elemezve olyan bűncselekmények, amik általában érdeklik az embereket, illetve a közlekedési helyzet is, és ezt itt külön ki kell emelni Kartal esetében, hiszen itt az elmúlt időszakban, elmúlt években súlyos, tragikus közlekedési balesetek is történtek, és történt több olyan intézkedés, helyszínbejárás, változtatás, amivel próbáltuk egyébként mi is elejét venni annak, hogy a későbbiekben ne legyenek ilyen tragikus vagy súlyos sérüléses balesetek. Amit szeretnék röviden elmondani a számokkal kapcsolatosan, ha nézik, úgy nagy átlagban azt lehet mondani, hogy 10-30% közötti csökkenés következett be az elmúlt évekhez képest. Itt a 13-hoz hasonlítjuk a 14-et, de ha egy picit kitekintünk akár 5 vagy akár 10 éves intervallumban, akkor azt látjuk sok esetben, hogy felére visszaestek bizonyos bűncselekmények, főleg a közterületen elkövetett jogsértésekről beszélünk itt. És láthatjuk azt is, hogy a kiemelt súlyú jogsértésekbe, itt gondolok például a vagyonelleni bűncselekményekbe, azon belül is a lopások, lakásbetörések száma hogyan alakult, akár itt a településen, akár itt a vonzás körzetünkben. Ugye Kartalról azt kell tudni, hogy egy nagy település, tehát ugye az illetékességű területünkön belül is egy nagy település kategóriába sorolható, és itt a térségben is egyébként egy meghatározó. Ami a hátránya, ha mondhatom azt, hogy, és ezt ne vegyék rossz néven, de átjáróház egyébként a település, hiszen önökön keresztül azért elég nagy forgalom megy. Sajnos ez határozza meg a közlekedési baleseti helyzetet is. Én azt gondolom, hogy nagyon sok tennivaló van még az elkövetkezendő időszakban, és néhány perccel ezelőtt ugye a ház elé, a utcára, önkormányzat előtt bemutattuk azokat a újfajta rendőrségi járműveinket és a technikánk, amivel a későbbiekben többek között a baleseti helyzeten is szeretnénk javítani. Mi kielemeztük akár a bűncselekményeket, akár a baleseti eseményeket az elmúlt évben, konkrét intézkedéseket vezetünk be, illetve terveztünk, és az elmúlt héten polgármester asszony részt vett egyébként egy olyan tájékoztatón Aszódon, ahol elmondtuk azt, hogy milyen újfajta megerősítő járőrszolgálatot vezettünk be, ez most már több mint 2 hete működik, aminek az a lényege, hogy nem elvonva sehonnan máshonnan rendőri erőt, egy plusz rendőri egységet vezénylünk ide a térségbe, és egy meghatározott útvonalon, meghatározott időközönként megjelennek a településen, és erről tájékoztatást adnak egyébként a település vezetőinek, polgármestereknek, itt ebben az esetben Kartalon is így van. Tehát konkrétan fogják tudni azt a polgármester asszony is, hogy mikor jár itt ez a megerősítő erő, de ebben nincs titok, úgymond, tehát nyilvánosságra is hozzuk ezt, tehát hogyha valakinek szüksége van abban az időszakban arra, hogy ő kommunikáljon mondjuk a rendőrséggel, akkor meg tudja tenni, tehát egy meghatározott időben és meghatározott útvonalon. Ettől mi azt várjuk, hogy továbbra is csökkenő tendenciát mutasson a bűncselekmények száma, egyébként 37 bűncselekmény volt a településen az elmúlt évben. Ha azt nézzük, hogy 1000 lakosra vetítetten, hogy alakul a bűncselekményi szám, és ez benne van az anyagban, és azt lehet látni, hogy nem lehet azt mondani, hogy egy terhelt bűncselekményekkel terhelt településről van szó, és főleg úgy, hogy nézzék meg a másik 26 települést, hogy hogyan alakulnak, az ilyen hasonló nagyságrendű települések hogyan alakulnak. Sokkal ideálisabb helyzetben van egyébként a település bűnügyi fertőzöttség szempontjából, mint nagyon sok más, de azért ne gondoljuk azt, hogy ettől akkor már mindent megtettünk és dőljünk hátra. Tehát azért én mindig azt mondtam, hogy még mindig lehet lejjebb szorítani, és még mindig lehet javítani azon, hogy ne legyen vagyonelleni bűncselekmény, ne törjenek be senkinek a házába, és ne lopják el senkinek az értékét, vagy azt, amit egyébként hosszú évek vagy évtizedek alatt összegyűjtött. Ugye közel vannak a más megyék is, és ugye az átjáróházat erre értettem, hogy nagyon gyorsan ide el lehet jutni a településre, és nagyon gyorsan el is lehet innen menni a településről, és a bűnelkövetők sok esetben ezt használják ki,
hogy néhány kilométert elmenve innen már egy teljesen másik megyébe jutnak át, és ezzel próbálják a mi bűnügyi felderítéseinket, vagy az eredményességünket egyébként rontani. Az elmúlt időszakban is pontosan azért, hogy ezt megelőzzük, akár az éjszakai órákban, hajnali órákban fokozott ellenőrzéseket tartottunk, de például tegnapi napra is ez egész közel volt, egy helikopteres akciót hajtottunk végre a környezetünkbe, itt is a település környékén is, aminek az volt a lényege, hogy ugye a levegőben sokkal jobban lehet látni, hogy mi történik a külterületeken, mi történik az erdőrészeken, a földeken, és ugyan itt a településen nem, de a vonzás körzetünkben jó sok helyen egyébként fogtunk el elkövetőket. Ezt folytatni fogjuk, ez egy újfajta metodika. Eddig nem nagyon volt szokás az, hogy úgymond a szárazföldön is és a levegőben is egy összehangolt komplex akciót hajtunk végre. Ugyan vízünk nincsen, de ha lenne, akkor ott is csinálnánk ilyet, de természetesen most ezt a módszert fogjuk végrehajtani, és eredménye van ennek, és azok a bűnelkövetők egyébként, akik nem készültek fel az ilyenfajta rendőri ellenőrzésekre, azok általában meglepődve fogadják ezt, és tegnap is jó sok elfogásunk volt, és bűnelkövetőket sikerült azóta őrizetbe vennünk. Tehát van tennivalónk, ehhez kérem én az önök támogatását, az önök segítségét, ehhez szükség van egyébként minden együttműködőre, minden olyan személyre, szervezetre, polgárőrökre, akik tudnak segíteni nekünk. Ez egy közös összefogás, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek van ebben része, az itt lakó embereknek is, vagy a térségben élőknek, dolgozóknak is van ebbe tennivalójuk. Mi ennek a motorja akarunk lenni mindenféleképpen, tehát mi összefogjuk ezeket a fajta tevékenységeket, és minden olyan újításra, új dologra nyitottak vagyunk természetesen, ami szükséges az, ahhoz, hogy a település még jobban azt érezze, hogy biztonságban van. Nagyon fontos az, hogy az itt élő emberek hogyan érzik ezt, milyen a biztonságérzetük, és többek között a körzeti megbízati szolgálatra is azért gondoltunk, ez már nem most vetődött fel, ha mondhatom, ez egy már korábban is téma volt. Pontosan azért szükséges, és ezt mi is így látjuk, hogy legyen a településen körzeti megbízott, mert az még közelebb tud jutni a lakosokhoz, és még jobban tudják azokat az információkat egymásnak átadni, vagy segítséget nyújtani, ami szükséges. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, azt várjuk, hogy az iskoláról, akik végeznek, majd kijöjjenek. Ugye egy év egyszer van a rendészeti szakközépiskolákból kibocsátás, az ő létszámukból kaptunk eddig is. Az elmúlt 4 éves intervallumban egyébként közel 100 fővel növekedett a gödöllői rendőrkapitányságnak a létszáma, soha nem volt ilyen mértékű emelkedés, és én bízom abban, hogy az őszi kibocsátása, vagy nyárvégi őszi kibocsátásnál is lesz lehetőségünk ismét létszámbővítésre, és akkor abból már meg tudjuk oldani ezeket a létszámbővítéseket, vagy ezeket a problémákat. Egyébként az őrsparancsnok úrral is azt beszéltük, hogy mindenféleképpen szükségesnek tartjuk, ők is úgy értékelik, én is természetesen, hogy itt a települése legyen körzeti megbízott, egy kis türelmet kérek még ebbe. Higgyék el, nem azért nincsen körzeti megbízott, mert én nem akarom, hanem ennek van egy metodikája, egy folyamata, és mindenképpen azon leszünk, hogy legyen ilyen. Én köszönöm még egyszer önöknek is a segítséget, a támogatást, önökön keresztül az itt lakóknak, illetve az önök által képviselt különböző szervezeteknek. Kérem, hogy a továbbiakban is bizalommal forduljanak hozzánk és segítsék a mi munkánkat. Kérem azt, hogy fogadják el az elmúlt évi tevékenységünkről a beszámolót, és természetesen a kérdésekre nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a kiegészítő tájékoztatást. Megkérdezem a képviselőtársaimat, van-e kérdésük a dandártábornok úrhoz? Kalcsó képviselő úr. Köszönöm szépen. Én a kapitány úrtól meg szeretném kérdezni, hogy lehetséges esetleg ne csak a közúton, hanem ahogy mondta, a földutakon is megjelenni, mert épp az a besurranó tolvajok meg a rablók véget, Nógrád megyével gyakorlatilag egy csúszla hanyításra vagyunk, és elég, úgymond ez egy olyan összekötő út, mint valamikor volt a Selyem út, hogy mondták, hogy itt lehet csalni, lopni, hazudni, és itt elég sok mindent azért, akár az erdőből, akár, most nem akarom megnevezni a kállai részleget, gyakorlatilag itt földúton pár kilométer alatt meg tudják közelíteni, és örömmel tapasztaltam különben, mert Nógrád megyében dolgozunk, hogy a környéken már ott is megjelentek terepjáróval a rendőrség, és hatékonyan is gondolom próbálja megfogni, illetve megszűrni ezeket a dolgokat, hogy lehetséges-e, hogy esetleg önöknek is, hogy itt a Kartal térségében ezt a észak-kelet-nógrádi részt esetleg egy kicsit néha megnézni, vagy meg fölbukkanni, mert a faluban a tapasztalat, hogy a megjelenésük gyakorlatilag sokat javított itt a közbiztonságon, meg minden különböző gyorshajtóktól, vagy éppen a besurranó tolvajokon keresztül. Úgyhogy erre szeretném, hogyha lehetőség lenne, hogy egy kicsit kiterjeszteni ezt a részt
abba az irányba. Köszönöm. Akkor meg is válaszolnék rá rögtön. Igen, tehát terveztünk is ilyet, már végre is hajtottunk ilyeneket, és a elkövetkezendő időszakban is. Például itt, amit említettem, ez a helikopteres ellenőrzés, meg ebben az évben több ilyen lesz. Előre nem árulom el azért az időpontját, ha megengedik, de megnyugtathatom önöket, hogy több alkalommal lesz még ebben az évben hasonló ellenőrzés. Egyébként ezen kívül éjszakai órákban is tartottunk már ilyenfajta ellenőrzést, és sok esetben úgy hajtjuk végre ezeket az ellenőrzéseket, hogy nem úgymond látható csíkos rendőrautókkal megyünk ki, mert ugye dobban verebet nem lehet mondani, és még nagyon sok mondást lehetne erre mondani. Tehát egy a lényeg, hogy sok esetben hajtunk végre olyan operatív akciókat, feladatvégrehajtásokat is, ami ezt megelőzi. Fogtunk el egyébként Nógrád megyei elkövetőket itt éjszakai órákban a térségbe. Pontosan olyanokat, akik betöréseket követtek el, olyanok, akik gépkocsi feltöréseket követtek el, vagy olyanokat, akik egyébként az ország más részéről jöttek ide és besorranó, úgynevezett besorranásos jellegű bűncselekményt. Más megyékből, 2-3 megyével odébb lévőből is eljöttek ide, és úgymond utazó bűnözőként elkövetnek bűncselekményeket. Sajnos az embereket átvágják, mindenféle trükkökkel bejutnak, mindenféle mondva csinált okokra hivatkozva jutnak be egyébként az emberekhez, és így veszik el tőlük azt az értéket, amit összegyűjtöttek. Tehát hajtunk végre ilyen ellenőrzést, és egyébként az elmúlt hetekben is voltak közös ellenőrzések más megyei szervezetekkel, szomszédos rendőrkapitányságokkal, többek között például a Nógrád megyeiekkel is, éppen a őspanasnok úrék voltak ennek az egésznek az összefogói, tehát csináljuk ezeket. És azt is érzékeljük, hogy amikor így megjelenünk és egy ilyen közös átfogó ellenőrzést hajtunk végre, akkor hosszú-hosszú időre visszaesnek egyébként a jogsértések. De például az erdészettel, a vadászokkal és a különböző, ezt úgynevezett rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel is hajtunk végre ilyen közös ellenőrzéseket. Tehát itt a vadőrtől, a halőrön, a mederőr, és még nagyon sokat felsorolhatnék, ami itt van a térségben, csinálunk úgynevezett komplex ellenőrzéseket. Mindenki teszi a saját dolgát, mindenki a saját hatáskörébe tartozó feladatot hajtja végre. Mi a rendőri részét, a Nemzeti Adó és Vámhivatal az azt a részét, és még itt sorolhatnám. És ezeknek is van látható is, meg kevésbé látható eredménye is. Van, amit rögtön tudunk produkálni, mert amikor rögtön megfogunk valakit, és őrizetbe veszük, és egy gyorsított eljárásba a bíróság elé állítjuk, akkor ennek nagyon gyorsan van eredménye. És vannak olyan esetek, amikor egy hosszadalmasabb procedúrán keresztül, vagy még nem is a mi hatáskörünkbe tartozó események sorozatát kell végigvinni, és akkor úgy kerülnek egyébként bírósági szakba ezek az ügyek. Tehát csináljuk ezt folyamatosan értékeljük és elemezzük ezeket a problémákat, meg a lakosságtól bejövő információkat, és ez alapján döntünk úgy, hogy mondjuk hétvégén, ünnepnap, éjszaka, nappal, és milyen ellenőrzéseket. Egy ilyen elemző csapat van, aki ezt kielemzi. Most már ott tartunk egyébként, hogy egy kicsi ilyen majdnem valószínűségszámításos elven meg tudjuk mondani, hogy melyik a nap, melyik részébe, melyik 1-2-3 órába érdemes ott lenni azon a térségbe, mert a nagyszámok törvény alapján nagyobb a valószínűsége az, hogy ott valami be fog következni. És mióta ezt elkezdtük, ezt a szisztémát csinálni, azóta sokkal eredményesebben tudunk dolgozni, vagy sokkal több eredményt értünk el, mint korábban, amikor, bocs, hogy ezt mondom, de úgy elindultunk a szél rózsa minden irányába, így meg koncentráltan tudunk feladatot végrehajtani. Köszönöm szépen. További kérdés a rendőrkapitány úrhoz. Amennyiben nincs, én annyival szeretném még kiegészíteni a kapitány úrnak a tájékoztatóját, hogy ugye én októbertől vagyok polgármester, és én is tapasztalom azt, hogy rendkívül jó a kapcsolat az önkormányzat és a rendőrség között. Többször találkoztunk már különböző fórumokon, és tulajdonképpen mindig segítő szándékkal és nagyon nagy lelkesedéssel állnak a problémákhoz. Ez a 19-24-es megerősített szolgálat is valóban működik. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy átlagban 3 naponként Kartalon is megjelenik ez a megerősített szolgálat, tehát tulajdonképpen folyamatosan szinte védik a falut. Én erről mindig SMS-t kapok, akár nappal, akár éjjel járnak a településen, azon kívül rendelkezésemre áll a járőrszolgálat telefonszáma,
ami azért fontos, mert sokszor ugye az ember hall egy szirénázást, jaj, akkor valami baleset történt, és akkor, hogy tudjam, hogy mi történt, hogy Isten ments, most megint esetleg valaki a gyalogátkelő helyen szenvedett el balesetet, tehát rögtön tudom hívni a járőrszolgálatot, azon kívül éppen a kapitányság két kolléganője tegnap előtt is itt járt nálam, érdeklődtek a lakosság szubjektív biztonságérzetéről, felajánlottak más vonatkozásba is, amit most még nem szeretnék elmondani, majd ha megvalósul akkor, hogy segítenek. Tehát én azt érzem, hogy egy nagyon lelkes segítő szándék van a rendőrség részéről felénk, és tulajdonképpen a mi helyzetünket még az is javítja, hogy ezért 32 fővel a polgárőrség is működik, ők is bármikor elérhetőek, és én tehát összességében azt javasolom, hogy fogadjuk el a rendőrség 2014. évi munkájáról szóló beszámolót, köszönjük meg a rendőrség munkáját, és bízva abban, hogy ez a jó kapcsolat fennmarad, és őt még ha tud, akkor javulni is fog. Tehát a határozati javaslatom az, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság 2014. évi munkájáról szóló beszámolót a képviselőtestület fogadja el. Köszönjük meg a rendőrségnek a település érdekében végzett munkáját, és bízunk abban, hogy ez a jövőben még jobb lesz. Amennyiben ezzel a határozati javaslattal a képviselőtársaim egyetértenek, úgy kézfelemeléssel szavazzanak. Megállapítom, hogy a rendőrség beszámolóját egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Gondolom Dandár tábornok úrnak még, és az aszódi ősvezetőjének van még további teendője, úgyhogy ha nagyon szívesen látjuk, hogyha szeretnének itt maradni az egész testületi ülésen, de ha van, most elnézést, még a Langa képviselőtársam emelte egy fel a kezét. Kérdés vagy ötlet talán, hogy tudomásom szerint a járőrautóban van egy mobiltelefonszám. Így. És igazából szerint, hát ez már majdnem, hogy a mi dolgunk, hogy véleményem szerint minden egyes háztartásba el kellene juttatnunk, akár a polgárőrségnek, akár persze a rendőrségnek azt a mobiltelefonszámát, hogyha valaki bármit észlel, akkor azonnal tudjon telefonálni. Igen, ő is tudja hívni. Így van. Ezek nyilvánosak, tehát bárki tulajdonképpen, akár a médián keresztül, honlapokon rendben keresztül, akár a postaládába bedobva egy papíron is egész nyugodtan lehet ezt terjeszteni, és akkor direktbe tudnak beszélni a szolgálatokkal. Így van, ez nem igen titkos. Köszönöm a javaslatot, majd ezt közé fogjuk tenni. Akkor köszönjük nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, további jó munkát kívánok. Vagyok. Köszönöm, és jó estét, és szép napot kívánok. Köszönjük, viszontlátásra. Akkor folytatjuk a képviselőtestület ülését. Második napirendi pont a Gödöllői Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi beszámolójának a megtárgyalása. A meghívóban még úgy tudtam és úgy is írtam, hogy előadó Pintér Mihály tűzoltó alezredes úr lesz, viszont ma délután jelezte, hogy mivel nagyon sok képviselőtestület most tárgyalja ezeket a beszámolókat, egyszerre nem tud több helyen lenni, és nem tud ideérni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban megint azt tudom mondani, hogy a képviselőtársaim a tűzoltóság beszámolóját ismerik. Egy pár mondatot szeretnék csak kiemelni, kizárólag azért, hogy a televízió nézői is tudják, hogy egyáltalán mi van ebbe a beszámolóba, bár majd, amikor a képviselőtestületi jegyzőkönyv a Kartal Hollafra feltöltésre kerül, annak a mellékleteként ott lesz ez a beszámoló is, és tulajdonképpen ott is el lehet olvasni, de azt is tudjuk, hogy azért a településen nem mindenki olvassa a honlapunkon a dokumentumokat. Ez több oldalas beszámoló, én egy pár lényegesebb mondatot aláhúztam, és akkor ezt úgymond felolvasnám, ismertetném, hogy az is, aki nem látja írásban, az ismerje a beszámoló tartalmát. Tehát tulajdonképpen a tűzoltóság a katasztrófa védelemhez tartozik, ugye ezt már tudjuk egy pár év óta, és tulajdonképpen kiemelek egy pár mondatot. A katasztrófa védelem szervezete sikeresen teljesítette 2014-ben
a közbiztonsági rendeltetéséből adódó feladatait normál időszakban épp úgy, mint a veszélyes helyzetekben, illetve az azokat követő helyreállításkor és mindhárom szakterületen a lakosság élet és vagyonbiztonságának védelmében, a gazdaság biztonságos működésének támogatásában és a magyarországi kritikus infrastruktúrák hatósági felügyelet alatt tartásán dolgozott. A 2014 évre a belügyminiszter által meghatározott feladatokat, vagyis a megelőző tevékenység, a kockázatelemzés, a tudatosság, a szakirányítási szakfelügyeleti tevékenység erősítését, az önkéntesség támogatását, a szervezeten belüli közösségépítést, az új tisztképzési rendszer kialakítását, az ős program továbbvitelét, az önkéntes mentőszervezeti rendszer kiépítésének folytatását, a monitoring és az egységes segélyhívó rendszer kialakítását a katasztrófa védelem véghez vitte. Az elmúlt évben folyamatosan javultak a műszaki feltételek, a tűzesetek, szénmonoxid mérgezések, kéménytüzek száma csökkent, a hatósági munka végzésében bekövetkezett egy ügyfélbarát szemléletváltás. Az eredmények között beszámolnak a javuló képzési munkáról, az informatikai háttér javulásáról, arról, hogy egységesebb, tudatosabb lett a vezető-irányító rendszer, a tavalyi feladatoknál is jól működött a katasztrófavédelem átalakított logisztikai ellátó hálózata, a hatósági megelőzés javulását mutatja, hogy csökkent a külterületi tüzek, a szénmonoxid mérgezések, az adventi tűzesetek száma, mindez az élet- és vagyonbiztonság javulását jelenti. Még egy pár adatot, és a többit már nem olvasom fel. Belvízmegelőzési feladatok végrehajtás érdekében az évben is folytatódott a kockázati helyszínek ellenőrzése, összesen 256 darab ellenőrzést folytattak le, a kirendeltség illetékességi területén 50 darab sziréna van leltárban, melynek ellenőrzésre kerültek. Még egy dolog talán. A 2014. évben egyik fő feladatként jelentkezett a mentőcsoportok rendszerbe állító gyakorlatának a megszervezése, melyet sikeresen végrehajtottak. Az aszódi járás mentőcsoportja a Galga mentőcsoport, létszáma 22 fő. A minősítő gyakorlaton 2014. október 10-én mindkét mentőcsoport részt vett, és a minősítéseket igazoló okmányokat át is vették. Többet én ebből nem olvasok fel, tehát tulajdonképpen azt hiszem képviselőtársaim is, amikor elolvasták ezt a beszámolót, megállapíthatták, hogy tulajdonképpen a hozzájuk tartozó feladatokat igyekeznek egyre eredményesebben és szervezettebben ellátni. Most nem mondom, hogy kérdéseket várok, mert nincs az, aki megfelelne erre. Van-e valakinek valami észrevétele, véleménye ezzel a beszámolóval kapcsolatban? Szászini képviselőtársam? Amikor néztem a grafikont, azt látom, hogy novemberben jellemzőbb a tűznek a tűzesetek, és ezért szeretném majd, hogyha határozat meghozatala után a tűzgyújtási tilalomról egy pár szót szólni. Arról is mindenféleképpen kell Köszönöm. Beszélni, igen. Urbán, ugyanezt? Igen, és rengeteget tapasztalok olyat, hogy az emberek gumival, meg ilyenekkel tüzelnek, füstölnek, otthon a kazánban is sajnálatos módon. Ezekben az esetekben lehet jelenteni a tűzoltóság felé? Akkor egy kicsit mégis annyira visszakanyarodok az Évikének a kérdéséhez, hogy ugye most jelent meg, ezt mindenki tudja szerintem médiából, nincs olyan ember, aki ne hallotta volna, hogy alaposan megváltoztak az országos tűzvédelmi szabályok, és tulajdonképpen szinte teljes tűzgyújtási tilalom van országszerte bel- és külterületen egyaránt, kivéve, hogyha a települési önkormányzat rendeletében megengedi bocsánat, a tűzgyújtás lehetőségét. Jelenleg hatályos önkormányzati rendeletünk szerint hetente egy nap, hétfői napokon lehet ugye a kerti hulladékokat a lakosoknak elégetniük, tehát ez jelenleg a hatályos kartali önkormányzati rendelet.
mi már itt szűk körben beszéltünk erről, hogy ezt a lehetőséget meg kellene hagyni, hiszen itt azért olyan családi házak vannak, amelyekhez igencsak jelentős kertek is tartoznak, és ugye rengeteg fű, gaz, mindenféle hulladék keletkezik, amit mondjuk szárítás után szeretnének elégetni, de én azt gondolom, hogy erről még beszéljünk, akár bizottságülésen, akár úgy egyéb körben, hogy ez a rendelet maradjon-e, vagy változtassunk, vagy korlátozzunk még óraszámra, stb. Tehát a tűzgyújtással kapcsolatban azt mondom, hogy még a rendelet átgondolható, módosítható, de jelenleg ez a hétfői nap, ez még egyelőre működik. Ugyanez lett volna a kérdésed. Jó, van-e még esetleg észrevétel? Tessék, Tóth Ilkóni. Ha lehet ezt témában vág intézményt képviselni, mert szerintem minden intézményhez jött leírat. Itt az elején így szól, hogy tájékoztatom, hogy a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Rendeltség a tűzvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartása érdekében folyamatosan átfogó helyszíni ellenőrzéseket tart. Tudjuk azt is a törvényből, hogy nagyon komoly bírságokat fognak kiszabni, tehát erre nagyon vigyáznunk kell. Egy problémát kell, hogy jelezzek. A Rákóczi úti óvodában az előírásnak nem tudunk megfelelni a közlekedő térbe, ráadásul menekülési útvonal is, mert az 1,1 cm szélességű folyosó rész nem tudjuk biztosítani, annyira szűkös a hely. Én azt szeretném jelezni és kérni esetleg a nyár folyamára, hogy ugyanúgy, mint a központi óvodánál, hulladékanyagokból, bontott téglából, meg egyebekből a műszaki csoport segítségével szinte ingyen tudtunk melléképülettel bővíteni, és így akkor ott a Rákóczi úti óvodának a belteréből is kijebb lehetne pakolni azokat az értékesebb dolgokat, amikor aztán teljesen felszabadulhatna ez a terület, és akkor a büntetés elmaradhatna. Ez az egyik, a másik pedig azt szeretném kérdezni, hogy a megbízott szakmérnök Sehó Béla, aki nekünk küld is folyamatosan az anyagokat, segít sokat, hogy kellene tudnunk, hogy például tűzvédelmi szabályzatot, munkavédelmi szabályzatot plusz költségvetésből tudjuk-e megcsináltatni, elkészítetni vele, vagy pedig a szerződés tartalmazza ezeket a feladatokat, amire nekünk szükségünk van, hogy ahhoz képest az intézményen belül így gazdálkodjunk. Nagyon fontos, mert ugye lejárnak szerződések, és nincs elnézés, tehát nagyon-nagyon keményen ígérgetik a több százezer forintos bírságot. Jó, köszönöm a óvodavezető hozzászólását, bár nem szorosan a tűzoltóság beszámolójához tartozik, de azért természetesen válaszolok rá. Azt, hogy ez a védelmi út megfelelő nagyságú, ezt a helyszínen fogjuk megnézni, és természetesen ugye, ha az előírásoknak nem felel meg, akkor ezen változtatunk. Azt tudom, ugye értesültem róla, igen, valóban szigorú és gyakori ellenőrzések vannak, úgy a katasztrófavédelem, a kéményseprő, a munkavédelem mindenféle részről, intézményeket, hivatalunkat is folyamatosan ellenőrzik, tehát tulajdonképpen ezt a menekülési útvonal problémát a helyszínen fogjuk megnézni. Amit tudok mondani, az éppen tegnap hozta el nekem Sáhó Béla úr, aki ezzel a feladattal van megbízva, elkészítette a munkavédelmi szabályzatot. Én lefénymásoltattam már annyi példányba, hogy minden intézmény vezetőnek át fogom adni, tehát ezek is elkészülnek, minden intézményvezetőnek a rendelkezésére áll, azon kívül Sáhó úr abban is segített, mert ugye pontosan a tűzvédelmi szabályok szigorodása miatt, például a tűzoltó készülékekről is ugye folyamatosan negyedévente ellenőrizni kell, ezt dokumentálni kell, a dokumentációnak ott kell lenni az adott intézménynél, ehhez is küldött Sáhó úr egy nyilvántartási mintát, éppen ma kaptam meg e-mailbe. Ennek ki lesz jelölve a felelőse, mert én azt gondolom,
bár ő azt javasolta, hogy minden intézményben jelöljünk ki egy felelőst, én azt gondolom, hogy nem az óvónők és nem a pedagógusok dolgaként kell, hogy kezeljem azt, hogy a tűzoltó készülékeket ellenőrizzék, erre ki lesz jelölve egy felelős személy, és ő fogja körbejárni negyedévente, plusz ugye a kötelező éves ellenőrzéseket el fogjuk végeztetni, erre korábban is volt szerződés, meg most is tárgyalásban állunk egy ezzel foglalkozó céggel, aki ezt majd végezni fogja. Nem tudom, hogy minden felvetésére válaszoltam-e óvodavezetőasszonynak, akkor ha nem lenne, igen? Annyit szeretnék visszacsatolni Urbán Attila képviselőtársamhoz, hogyha valaki, tegyük fel, olyan tűzgyújtást tapasztal, amikor tényleg gumit égetnek, vagy ilyesmit, hova fordulhat panasszal? Hát elsőként szerintem jegyző vagy én. Utána helyszínelünk, és ha kell, akkor tovább. De ez mindig úgy volt, hogy az első jelzőpont az önkormányzat. Annyival szeretném kiegészíteni itt a választ, hogy a tűzvédelmi vagy a tűzoltósági szabályok tartalmazzák azt, hogy milyen tüzelőanyaggal lehet tüzelni. És ezt itt egyértelműen a fa, szén, olaj, gáz. Tehát gumival és ilyen egyebekkel tüzelni tilos. Köszönöm a kiegészítést. Még csak annyit szeretnék hozzászólni, hogyha szabad, és nyilván meg fogjuk ezt részletesen tárgyalni itt a tűzgyújtási tilalommal kapcsolatban, de révén, hogy azt az információt kaptam, hogy az úgynevezett komposztáló sem működik már, tehát ugye a lakosoknak nincs hová elhordaniuk azt a hulladékot, ami tavasszal és ősszel ugye felgyülemlik a kerti munkálatoknál. Én mindenképpen azt javasolnám, hogy valamilyen tűzgyújtási lehetőséget azt mindenképpen tartsunk meg és biztosítsunk a lakosok számára. Köszönöm szépen. Jó, akkor térjünk vissza akkor az eredeti tűzoltósági beszámolóhoz, igen, beszámolóhoz. Amennyiben ezzel kapcsolatban nincs úgy észrevétel és elfogadhatónak tartja a képviselőtestület, akkor én kérem, hogy a mai ülésen fogadjuk el, mert annak ellenére, hogy Pintér úr, Pintér Mihály tűzoltó alezredes, ugye, ahogy mondtam, jelezte, hogy nem tud itt lenni, viszont őket is köti a határidő, hogy a képviselőtestületek elfogadó határozatát továbbítaniuk kell a felettes szerveikhez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy kimerítő tájékoztató volt, és én javasolom, hogy a képviselőtestület fogadja ezt el, és Pintér úr ígéretet tett arra, hogy amikor kérjük, külön el fog jönni, és személyesen még amilyen kérdés felmerül, arra választ fogadni. Úgyhogy én kérem a képviselőtársaimat, hogy aki a beszámolót elfogadja, az kéz felemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, akkor megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra került. Harmadik napi rendi pontunk, döntés a Mária út közhasznú egyesülethez történő csatlakozásról. Ezt a napi rendi pontot már a Művelődési és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság együttes ülésen megtárgyalta, úgyhogy én átadnám a szót dr. Gyöngy Mónikának, aztán utána Langa Gábor képviselőtársamnak, hogy ismertessék röviden, hogy miről van szó, és mit javasol a bizottság a testületnek ebben a témakörben. Köszönöm szépen. Valóban érkezett a bizottságok, illetve a testület számára egy ilyen megkeresés az egyesület vonatkozásában. Nagyon megtisztelő a kérésük, hogy ugye felkértek minket arra, hogy csatlakozzunk az egyesület munkájához, tagként lépjünk be az egyesülethez. Nyilván azon túl, hogy köszönettel fogadtuk ezt a megkeresést, anyagi oldaláról is mérlegelnünk kellett a helyzetet, és igazából az a bizonytalansági tényező volt az, ami uralkodott a döntésünk meghozatalakor, hogy gyakorlatilag a csatlakozási díjra, illetve a tagsági díjra vonatkozóan jelen pillanatban nem tudtak tájékoztatást adni, hanem gyakorlatilag csak annyi szerepelt a megkeresésben, hogy ennek az összegéről egy későbbi időpontban fognak számukra tájékoztatást adni, ami nyilván a belépési nyilatkozatunk aláírását követően keletkezett volna. A Művelődési és Szociális Bizottság ennek ismeretében, tehát hogy egy bizonytalan költséget vállalna ezzel a testület, illetve az önkormányzat magára, arra a döntésre jutottunk, hogy mi nem javasoljuk az egyesülethez történő csatlakozást a képviselőtestület részére. Köszönöm szépen, Langa képviselő. Hát igazából
Mónika mindent elmondott, tehát nem, valóban nem tudtuk azt, hogy milyen költséggel jár, és attól féltünk, hogy valami rejtett költség van mögé bújtatva, ezért mi, mint pénzügyi bizottság, mi se fogadtuk el a csatlakozást. Köszönöm szépen. Van-e a képviselőknek kérdése, hozzászólás, vélemény? Én magam nevében teljesen egyetértek a két bizottság javaslatával, mert amikor az ember átnézi ennek az egyesületnek az alapszabályát, ugye akkor, ha ebbe belépnénk, akkor jelenleg konkrét összeget nem tudunk, hogy milyen tagdíjjal járna, viszont benne van, hogy ugye aki belép, az az egyesület tagja lesz, és vállalja a vagyoni terhek viselését is. Így nem szabad szerintem sem dönteni egy egyesülethez való csatlakozásról, hogy később nem tudjuk, hogy annak mi lesz a vonzata. Én azt gondolom, hogy ez a Mária úti zarándoklat eddig is működött. Aki zarándokolni szeretett volna velük, eddig is hozzájuk tudott csatlakozni, és én azt gondolom, hogy majd, amikor tisztán látjuk, hogy ennek mi lenne az anyagi vonzata, és úgy látjuk, hogy ezt fel tudjuk vállalni, akkor újra visszatérhetünk erre a kérdésre, de én most javasolom, hogy a képviselőtestület döntsön úgy, hogy Kartal nevében ugye nyilatkozunk, hogy ehhez a Mária út közhasznú egyesülethez nem csatlakozunk. Amennyiben ezzel a határozati javaslattal egyetértetek, kérem, hogy kész felemet. Úgy gondolom, ne azt mondjuk, hogy nem csatlakozunk, itt tisztázatlan körülmény van. Adjon egy olyan árajánlatot, hogy mennyi a tagdíj, be kell szállni ennyi pénzzel, és akkor majd eldöntsük, hogy akarunk csatlakozni, vagy nem akarunk. Jelenleg nincs miről beszélni, mert bizonytalan minden. Hát inkább halasszuk el. De azt mondod, hogy nem csatlakozunk. Nem gondolom, hogy el kell halasztani, de mindjárt majd még átadom a szót, mert annyit tudunk, hogy 10 000 forint az egyszerű belépési díj, de egyelőre csak annyi van az alapszabályukban, hogy a tagnak a vállalt vagyoni hozzájárulást be kell fizetni, de erről nem voltak hajlandóak tájékoztatni. Úgy tudom, talán telefonált is az igazgatási csoportvezető, hogy mennyi az a később várható díj. Na most ezt nem tudhatjuk, hogy most több 100 000, vagy tehát fogalmam sincs, hogy mennyi, de jelenleg a jelenlegi információk birtokába én azt a határozati javaslatot, amit nem engedtél befejezni, javasolnám elfogadni, hogy most ezeknek az ismereteknek a birtokába a képviselőtestület döntsön úgy, hogy nem csatlakozunk ehhez az egyesülethez. Mónika, szerettél volna még valamit mondani? Igen, én csak annyit szerettem volna hozzászólni, hogy nyilván valamilyen fajta választ várnak tőlünk. Tehát azon túl, hogy most, ha egy olyan választ adnánk, hogy elhalasztjuk, azt gyakorlatilag egy semmilyen tartalmú döntés lenne. Tehát én azt gondolom, hogy valamilyen formában döntsünk, azzal, hogy ez nyilván nem csak minden év március 19-én lehetséges, hanem bármikor. Ez egy nyitott egyesületbe bármikor bárki beléphet, és esetleg a nemleges döntésünkkel, amennyiben ilyen tartalmú döntés születik, jelezhetjük a kísérő levélben, hogy természetesen hajlandóak vagyunk a kérdést újra megtárgyalni a pontos számadatok ismeretében. Jó, akkor az én határozati javaslatomat kérem, hogy egészítsük ki a Mónika által most elmondott javaslattal, hogy amennyiben ennek az egyesülethez való csatlakozásnak a teljes anyagi vonzatát ismerni fogjuk, akkor a testület ismét megtárgyalja ezt a napi rendet. Akkor az így kiegészített határozati javaslatot, aki elfogadja, kérem, hogy kész felemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangú a határozat. Következő napirendi pontunk a Régió Plusz Televízió árajánlatának megtárgyalása a testületi ülések felvételére. Most is a Régió Televízió munkatársai veszik fel ezt a testületi ülést, és kerül majd adásba. Igazából azért nem vittem a pénzügyi bizottság elé, bár ugye pénzügyi vonzata van, mert egy pár napja, hogy a Régió Plusz Televízióval először telefonon, majd írásban is egyeztettünk.
tehát nekik sem jó az, hogy nem tudják, hogy mikor, melyik testületi ülésre úgymond hívom a televíziót. Én eddig, amikor testületi ülés volt, mindig úgy próbáltam, hogy tehát azt néztem, hogy mennyire fajsúlyosak azok a napirendek, mennyire olyanok ezek a napirendi pontok, amelyek a lakosság nagy részét érdeklik, érintik, és mindenféleképpen kell, hogy televízió felvételbe ezt később megnézhessék. Viszont én a jövőre nézve azért ezt nem sem felvállalni nem akarom, sem a képviselőtestületnek azt a jogát elvenni nem szeretném, hogy együtt döntsünk el. Döntsük el, hogy akarjuk-e a régió televízió által a nyilvánosságot biztosítani, hányszor akarjuk. Igaz, hogy jelenleg nincs kész munkaterve a képviselőtestületnek, tehát nem tudjuk pontosan, hogy melyik hónapban milyen napi rendeket tárgyalunk, de azt ugye már az elmúlt időszak is igazolja, hogy 3-4 hetente mindenféleképpen összejön annyi fontos téma, amiben a képviselőtestületnek kell döntenie, tehát havonta egy testületülés mindenféleképpen számítható. Azon kívül ugye vannak rendkívüli testületülések, amit gyorsan valami miatt össze kell hívni. Ugye megjelent egy kisbíró újság, azt sem tudjuk bevállalni, hogy havonta jelenik meg, ezt legfeljebb szintén egy ilyen negyedéves időtartamban tudjuk megjelentetni, mert hát ugye minden pénzbe kerül, és sajnos az önkormányzat nem áll olyan fényesen anyagilag. Tehát a képviselőtársaimnak tudomásom szerint fel lett töltve ez az anyag is, igaz? Tehát akkor mindnyájan látjátok, hogy végül is a Régió Plus TV arra tett ajánlatot, hogy testületi ülésenként 60 ezer forint plusz áfa díjat kérnének, és tulajdonképpen ez azt jelenteni, hogy még 8 alkalommal igénybe vehetnénk őket az ha nem testületülés, akkor más esemény rögzítésére. Közmeghallgatás is, így van. És akkor hát láttátok, hogy általában ugye 3 óra egy testületülés, és akkor írja, hogy amennyiben ugye ezt az időtartamot, az ülés időtartama meghaladja, akkor még utómunkák elvégzésére 15 ezer forint plusz áfa. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan ajánlat, amit a költségvetésünk is elbír. Remélem ebbe a pénzügyi csoportvezető megerősít. 507 ezerbe van tervezve. Igen, és most tájékoztat róla a pénzügyi csoportvezető, hogy tervezett is erre a feladatra 507 ezer forintot a költségvetésbe. Tehát akkor tulajdonképpen, ha elfogadjuk ezt az árajánlatot, akkor ez a költség, illetve ez az összeg, betervezett összegként rendelkezésünkre is áll. Vélemények, Bognár képviselő úr. Köszönöm. Én azt kérdezném meg, hogy a másik regionális televíziótól, a Galda TV-től kértünk-e ajánlatot? Mert ugye akkor látnánk tisztán, hogyha valamit valamivel össze tudnánk hasonlítani. Elmúlt években egyébként gyakorlat volt, hogy nem is kellett kérni, hanem küldtek még a Galga TV-ről, beszélek még a képviselőknek is anyagot külön-külön a e-mail címünkre. Tehát ezzel kapcsolatban megkeresés, vice versa, nem volt? Nem. Tehát őszintén elmondom, a Galga Televízió sem keresett engem. Én, bocsánat, eszembe se jutott, hogy megkeressem őket. Mióta polgármester vagyok, a Régió Televízió rögzítette itt a testületüléseket, a falukarácsonyt, a templomban történő rendezvényeket, a művházban történő rendezvényeket. Én valahogy olyan magától értetődőnek tartottam, hogy tőlük jön ez, vagy tőlük kérjek egy árajánlatot, de ha a képviselőtestület úgy gondolja, hogy kellene egy másik árajánlat is ahhoz, hogy dönteni tudjon, akkor ezt beszéljük most meg. Szarvas képviselő úr? László képviselőtársamnak válaszolni, hogy tudod, hogy nagyon jó az előző ciklusban is, hogy többször volt ilyen, hogy szembeállítottuk az árajánlatokat, és sokszor kedvezményes, vagy kedvezőbbnek tűnt a régi, vagy illetve a Galga TV-nek az árajánlata, de tudod, nagyon sok olyan dolgot találtunk benne, amit utólag pluszban még ide meg oda tettük, és mindig a Régió Plusz mellett maradtunk, akár technikai szempontból nézzük, akár
anyagi vonzatból nézzük. Ez megint egy olyan dolog, hogy kérhetünk árajánlatot, de ugye itt van a példa, hogy most is itt vannak és csinálják, ezzel csak húzzuk az időt szerintem, de mindattól függetlenül meg lehet kérni, de én is úgy gondolom, hogy ez az összeg az, ami ezzel a technikával, ezzel a felvonultsággal, ez bele kell, hogy férjen nekünk. Köszönöm. Kalcsó képviselő úr. Köszönöm. Úgy gondolom, annak idején, választás előtt akár a polgármester asszony, meg egy-két képviselőnek egyik szlogénje volt, hogy minden testület ülésről, a televízión keresztül a kartói lakosok beletekintsenek ebbe a munkába, mi éppen itt folyik. A Lacinak a felvetésére, meg a versenytárgy, én úgy gondolom, a kettőt összesen lehet hasonlítani. Az elmúlt időszakban is jó néhány, azt a fölvételt is láttam, ezt is, nem akarom dicsérni az Attiláikot, de ez messze meghaladólag sokkal jobb minőségű, mint azt. Nem is akarok erről tovább beszélni. Úgy gondolom, hogy a következő hónapokban mindenfajta ilyen testületülés, a havonta csak egyszer van, lehet, hogy kétszer is lesz, mert lehet rendkívüli, de nem azt jelenti, hogy kétszer kell a tévének itt lenni, mert lehet, hogy olyan dolog lesz, hogy valami olyan hülyeségről kell úgymond beszélni, ami talán nem érdekli az egész falut, csak egy pár embert érint. Hogy havonta egyszer legyen itt a televízió, és amikor majd eltelik egy bizonyos idő, meglátják, hogy most vagy dolgozik a testület, vagy éppen levesbe való. Köszönöm. Évike? Látszott, nem legalább, de polgármester asszony is említette a kisbíró újságot. Én szeretném megkérdezni egyrészt azt, hogy miért változott meg a fejléc. Annak idején egyszer erről már beszéltünk, hogy ez annyira jellegzetes cím volt, hogy kisbíró, és ezzel a tálaladó Csilaci alkotása volt a neve magának az újságnak, ahogy írta, hogy tulajdonképpen ragaszkodunk-e hozzá, hogy ezt meg szeretnénk változtatni, illetve az lenne a kérésem, hogy ha már megjelenik mondjuk 1000 vagy 1200 példányban, akkor jelenjen meg 1800, majd minden háztartásba el tudjon jutni. Tehát én egy kicsit sérelmeztem, hogy mondjuk a falunak az a része nem kapott az újságban. Köszönöm a felvetést, de most erre azért nem válaszolok, mert nem tartozik a napirendhez, ezt majd külön megbeszéljük. Bognár képviselő úr. Jó, köszönöm, csak a előttem szóló két képviselőtársam, férfi képviselőtársam szavaira reagálnék, hogy minden változik, valóban mögöttünk van egy 4 éves ciklus, minden változik, 25 éve kapitalista viszonyok között élünk, miért ne mérettessen meg újra és újra minden résztvevő a médiapiacon is. Úgyhogy szerintem ezzel semmi rosszat nem mondtam, vagy nem javasoltam. Jó, akkor van még észrevétel? Észrevételem van az, hogy ne fizessünk 15 ezer forint plusz órákot a napirendről eltérő dolgokkal. Légy szíves, vonj meg a szót, hogy ne azzal beszéljünk. Igen, azért mondtam, hogy arról beszéljünk, ami most ide tartozik. Így van, mert ketyeg az óra. Akkor úgy látom, hogy kétféle vélemény van. Akkor az első határozati javaslatom az lenne, hogy én javasolom, hogy fogadjuk el a Régió Plus televízió árajánlatát, amely azt jelenteni, hogy testületi ülésenként, illetve közmeghallgatás rögzítésénél 60 ezer forint plusz áfát kér alkalmanként, és felhatalmazna a képviselő testület, hogy amikor valóban úgy látom, mint az eddigi gyakorlatnak is megfelelően, hogy olyan napi rendeket tárgyalunk, ami a falu egészét érinti, akkor én felkérjem a régió, illetve hát kötnénk velük egy szerződést, és akkor alkalmanként én jelezném, hogy melyik testületi ülésre jöjjön a televízió, aki most is itt van 2-4-5 személyzettel és a gépparkjával. Ez az egyik határozati javaslatom, tehát hogy fogadjuk el a Régió Plus TV árajánlatát. Aki ezzel a javaslattal egyetért, azt kérem kézfelemeléssel szavazzon. 1, 2, 3, 4, 5. Ki az ötödik? Ja, bocsánat, nem néztem balra. Akkor tulajdonképpen megállapítom, igen, hogy megvan az 5 igen, tehát a többség megszavazta. Akkor nem teszek fel másik határozati javaslatot, mert így okafogyottá vált. Következő napirendi pontunk, Busz Oxi Kft. Medical Group Kft., nem biztos, hogy helyesen ejtem, egészségügyi szűrővizsgálatra vonatkozó ajánlatáról döntés.
ezt a napirendi pontot is megtárgyalta a Művelődési és Szociális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság. Felkérem először dr. Gyöngy Mónikát, utána Langa Gábort, hogy ismertessék a bizottság véleményét. Igen, valóban érkezett egy ilyen árajánlat, illetve egy ajánlat a testület részére. Gyakorlatilag itt is köszönettel fogadtuk a lehetőségeket, ugye többféle bontásban kerültek felsorolásra a szolgáltatások, a vércukorméréstől kezdve minden egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatásokat tételenként beárazva, tehát azt gondolom egy abszolút korrekt és értékelhető árajánlat volt, viszont számszakilag is több százezer forintra rúgott az az összeg, amit felszámoltak volna nekünk azért, hogy gyakorlatilag ezt a szolgáltatást nyújtsák. Igazából a számok már itt is visszariasztottak minket, és gyakorlatilag arra a javaslatra jutottunk, hogy az összegszerűsége miatt megint csak nem javasolnánk átfogadásra a képviselőtestületnek ezt, és még annyival szeretném ezt kiegészíteni, hogy gyakorlatilag a bizottságülést követően jutott még egy olyan információ, hogyha minden igaz polgármester asszonytól tudomásomra, hogy ő próbált egy másik vonalat is ebben a kérdésben megkeresni, hogyha jól tudom, akkor a Vöröskereszt az, akivel felvette a kapcsolatot, és ők nyilván nem ugyanezeket a jellegű szolgáltatásokat, de gyakorlatilag az alapszolgáltatásokra vonatkozóan egy díjmentes vizsgálati lehetőséget, vagy minimál költséges. Ehhez képest akkor mondjuk, hogy díjmentes. Tehát egy minimál költséges ajánlatot tudtak részünkre tenni. Tehát ezzel a kiegészítéssel pedig azt gondolom, hogy pláne javaslom a képviselőtestületnek, hogy fogadja el a bizottságnak azt a javaslatát, hogy ne fogadjuk el az árajánlatot. Köszönöm. Langa képviselő. Igazából köszönöm szépen. Szintén nem nagyon tudom semmi plusszal kiegészíteni a Mónikának, a Szociális Bizottságnak a határozatát. Mint pénzügyi bizottság mind sem fogadtuk el, ugyanis semmiféle olyan plusz szolgáltatás nem volt benne, amit egy körzeti orvos egy vérnyomást, egy vércukrot nem tudna megmérni. Köszönöm szépen. Csak azért, hogy a tévénézők is majd tájékozottak legyenek. Igazából megtehettük volna, hogy egyáltalán ezzel az ajánlattal nem foglalkozunk, de azért tűnt szimpatikusnak, mert ugye elsőre összegeket nem írtak, viszont nagyon jó ötletnek tartottuk, hogy például egy majáliskor, vagy valamilyen falu napon tényleg jönne ide egy ilyen egészségügyi szűrőkamion, és a lakosságot megvizsgálná, akkor feltételeztük, hogy valami kedvező összegér, és hát végül is ez a kedvező összeg, idézőjelbe kedvező, amit megírtak, hogyha eljönnének egy napra, és 150 főt megvizsgálnának, azért 310 ezer forintot kellene fizetnünk, tehát ezért így egyetértve a bizottság javaslatával azt gondolom, hogy ezt a szűrővizsgálati módszert vagy ajánlatot nem szabad elfogadnunk és igénybe vennünk, viszont majd a végén kitérünk a majálisra is, arra mindenféleképpen a Vöröskereszttel egyeztetve ezt megpróbáljuk megszervezni. Tehát akkor van-e még egyéb hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor én javasolom, hogy a képviselőtestület hozzon olyan határozatot, hogy nem kívánjuk igénybe venni az egészség egy életen át elnevezésű alapítvány szűrőkamion ajánlatát. Tehát, hogy nem vesszük igénybe. Aki ezzel egyetért, kész felemeléssel szavazzon. Köszönöm egyhangú. Ami viszont nem lett írásba kiküldve, a hatodik napi rendi pont, ez is most érkezett egy pár napja, tulajdonképpen a Postagalamb Egyesület, mert hogy Kartalon működik ilyen, szó szerint felolvasnám a kérelmüket. Tehát tisztelt képviselőtestület, azzal a kéréssel fordulok, tisztelt polgármesterasszony és a képviselőtestület valamennyi tagjához, hogy a Postagalamb Sport Egyesület további zökkenőmentes és sikeres eredményeinek megvalósítása érdekében, és nem utolsó sorban a község hírnevét öregbítve, a jelenleg használatunkban lévő labdarúgó csapat régi öltözőjének használatát
részünkre határozatlan időre biztosítani szíveskedjenek. Az elkövetkezendő években mintegy 30-40 fő részére jelentene a hétvégi kikapcsolódáshoz, szórakozáshoz biztos összeülési helyet. És akkor bemutatja itt tulajdonképpen az egyesület működését, de nem hiszem, hogy ezt most fel kéne olvasnom, hogy honnan, hová repülnek a galambok és hány kilométert. Egyesület nevében kedvező elbírálásukat előre is köszönöm. Tudomásom szerint jelenleg is ezt a sportpályán lévő öltözőt használja ez az egyesület. Véleményem szerint ahhoz, hogy legyen nekik hol összeülni és megbeszélni, ugye, amit meg kell, nevezéseket, meg egyebeket, én azt javasolom, hogy a képviselőtestület továbbra is biztosítsa a sportpályán lévő öltözőt a Kartali Postagalamb Sport Egyesület számára, úgy tudom, ingyen volt eddig is, és továbbra is így. Van-e valakinek kérdése? Igen? Kiegészíteni szeretném csak, hogy esetleg akik nem tudják, képviselőtársaim, hogy ez az öltöző az a régi öltöző, ami tulajdonképpen másra nem is nagyon tudunk használni, tehát az új rész, az öltöző részek, azok teljesen megmaradnak a focipályának. Tehát ez elméletileg egy ilyen használaton kívüli épület, plusz ráadásul ugye nem tudom már hány éve működik, még soha semmilyen anyagi támogatást nem kértek tőlünk, egyedül ez volt ez a kérés, amit eddig is biztosítottunk a számukra tulajdonképpen. És én is úgy gondolom, hogy igen, továbbra is biztosítjuk nekik. Köszönöm. Van-e egyéb kalcsok? Úgy gondolom, hogy támogatjuk őket, de figyelembe kell vennünk, hogy nyártól megindul a sportpályának bizonyos felújítása, és ahogy én a Urbán Gabival, bár lehet, hogy a Zoli is meg tud erősíteni ebbe, úgy hallottam, hogy egy műfves pálya épülne ez a kis öltöző mellé, ami régi salakos pálya volt, akkor viszont azt az öltözőt fogják majd használni, hogyha ez a pálya megépül, akkor viszont már gondolkozni kell róla, hogy majd esetleg, hogy hol lehet őket elhelyezni. Úgyhogy ezt támogatom, csak akkor ezt figyelembe kell venni, hogy lehet, hogy 3-4 vagy egy fél év múlva át kell nekik települni máshová. Igen, ezt nem gondolom, hogy külön problémát jelentene, mert az eddigi tapasztalatom szerint a kapcsolat oda-vissza jó, tehát ők is megértőek, és ha valamiben úgymond akadályozna az ott létünk, esetleg egy műfüves pálya létesítésével, akkor találunk nekik egy másik helyet, és ezt valószínűleg, hogy elfogadják. Van-e egyéb vélemény? Gyöngy Mónika? Kérdésem lenne, hogyha a Kalcsó úr által elmondottakat figyelembe vesszük, akkor esetleg olyan jelleggel megadni nekik a hozzájárulást, hogy egy 30 napos felmondási határidővel, és nyilván akkor tudunk tárgyalni az új helyiségről, csak nehogy abban a helyzetbe kerüljünk véletlenül, hogy megadjuk nekik határozatlan időre, nem tudjuk a felmondásnak a lehetőségét, vagy nem tudom, hogy eddig milyen időre kapták meg a használati jogot, csak gyakorlatilag, hogy mi is mozgásképesek legyünk. Hát tudomásom szerint külön használati szerződés nem került velük megkötésre, hanem mindig a képviselőtestület hozott egy határozatot, tehát nem volt ilyen használati szerződés. De évente? Évente. Igen. De nem érve, hogy tudom. Értem. Nagyon jó, amit Gyöngy Mónika képviselőtársam felvetett, akkor maradjunk a bevált gyakorlatnál, hogy akkor egy évre, és belevenni azt, hogy amennyiben az önkormányzatnak más miatt szüksége lenne erre a helyiségre, akkor 30 nappal előbb felmondhatja ezt a használati jogot, és akkor az önkormányzat próbál biztosítani másik megfelelő helyiséget a Postagalamb Egyesület részére. Akkor, amit most összegeztem, határozati javaslatként feltenném, és amennyiben a képviselőtestület ezzel egyetért, akkor kérem, kézfelemeléssel szavazzunk. Köszönöm szépen, egyhangú. Következő napi rendi pontunk az Játéksziget óvoda vezetője által beadott kérelem a nyári nyitvatartásra vonatkozóan. Ezt az anyagot szintén minden képviselőtársam megkapta, és tegnapi nap folyamán még volt is alkalma a Művelődési és Szociális Bizottságnak megtárgyalni, melyen a bizottság elnöke nem tudott részt venni családi okok miatt. Évike, úgy tudom, bocsánat, hogy ott voltál és ismertetnéd, megkérhetlek a bizottság véleményét? A bizottság egyhangon támogatja az óvoda által nyújtott beadványt, amely arról szól, hogy a központi óvoda egészében nyitva tart, illetve a Rákóczi utca óvodát bezárják a
nyári szünet, az iskolai nyári szünet idejére. Úgyhogy egyhangulag támogattuk, és támogatásra javasoljuk. Van-e valakinek más véleménye? Tehát a lényeg az, most bocsánat itt, hogy közben válaszolok is, hogy az óvodások teljes nyári ellátása biztosítva lesz, tehát nem lesz olyan gondja a szülőknek, hogy hová helyezzék el mondjuk a gyerekeket, amikor ők már nem lehetnek szabadságon. És akkor nem tudom, van-e egyéb vélemény, kérdés képviselők részéről? Óvoda vezető asszony szeretne? Nem, ez több évtizedes gyakorlat, úgyhogy a jó állhagyással fenntartóan. Jó, köszönöm szépen. Akkor aki egyetért azzal, hogy a Játéksziget napközi otthonos óvoda a központi óvodai részen egész nyáron nyitva tart, Rákóczi óvoda az iskolazárásig tart nyitva, majd július 15-től augusztus 31-ig zárva lesz, és ezt így jóvá hagyjuk, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Úgy látom, egyhangú, köszönöm szépen. És akkor most következnék én, a 8. napi rendbe. Összeírtam, hogy a két ülés között milyen fontosabb intézkedések történtek, események, és adnék tájékoztatást folyamatban lévő ügyekről, illetve rövid időn belül várható eseményekről, és utána, amiben a napirend elfogadásakor maradtunk, ha még vannak nyitott, vagy lesznek nyitott kérdések, akkor azokat újra tárgyaljuk. Tulajdonképpen legutóbb, február 12-én tartottunk képviselőtestületi ülést. Én időrendi sorrendben gyorsan úgy elmondanám, hogy azóta mi az, ami megtörtént, és milyen események voltak. Folytatnám azzal, hogy testületi ülést követő napon felszerelésre került az EMASZ részéről két közvilágítási lámpa, a Hunyadi és az Alkotmány utcában. Természetesen a közvilágítási lámpák felszereltetése folyamatosan megy a megrendelés az EMASZ felé, ahogy a lakossági igényeket én összegyűjtöttem, csak hát az EMASZ-t is úgymond többször kell megkeresni ahhoz, hogy történjen valami. Február 26-án Aszódon volt a Szociális és a Gyermekjóléti Társulás taggyűlése, amiben ugye az önkormányzatunk benne van. Ezt mindnyájan már jól ismerjük, mert tárgyaltuk is a társulási alapszabály módosítását. Itt elfogadtuk a társulás 2015. évi költségvetését, ez összegszerűségében nem ró nagyobb anyagi terhet az önkormányzatra, mint eddig, és itt jegyezném meg, hogy sikerült elintézni azt is, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Társulás ugye a régi gyógyszertárban, Erdőfi féle lakásban került kialakítás, ugye társulási pályázati úton, és sikerült ezt leegyeztetni, hogy a védőnői szolgálat oda átköltözik. Csak ezt azért mondom, hogy a lakosság majd tudja, hogy körülbelül egy olyan két hét múlva már a védőnőket ott fogják megtalálni. A következő, amit szerintem sokan láttak a Facebookon, hogy március 9-én délelőtt sajtótájékoztató volt a Bagi elágazásnál, ahol Vécsei László országgyűlési képviselő úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy megkezdődik a körforgalom megépítése. Tulajdonképpen azt már elmondtam itt a rendőrség beszámolója során, hogy nagyon jó a rendőrséggel a kapcsolat. Tulajdonképpen Aszódon is volt március 9-én egy közös megbeszélés, amikor részletezték ezt a megerősített szolgálatnak a lényegét és működését. Március 12-én levélben megkerestem a bölcsöde építésekor a fővállalkozó, aki a fővállalkozó volt, a Trend Építő ZRT vezérigazgatóját, ugyanis megállapítottam a bölcsödei beruházás iratok áttanulmányozása során, hogy
a beszerelt épületgépészeti és szellőztető berendezésekről, tehát egyetlen egy gépészeti dologról sincs gyártói igazolás, beszerzési dokumentáció, gépkönyv, aminek ugye ott kellene lenni. És hát egyelőre megkerestem a fővállalkozót, nem tudom, hogyan fognak reagálni a megkeresésemre. Ha nem pótolják ezeket, akkor meg kell találnunk a további jogi utat. Március 13-án a polgármesteri hivatal, illetve a községházára vonatkozóan jótállási igényt jelentettem be a építő vállalkozó részére, mivel az épület már évek óta beázik, a fő és mellékfalak repedeznek, a vakolat válik, a járólapok nem stabilak, egyes nyílászárók nem nyithatóak, a szennyvízelvezető rendszer nem megfelelően lett kiépítve, és egy kicsit úgy mondjam, talán szerencse is, hogy amikor megkötötték ezt a fővállalkozói szerződést, akkor a jótállási időre vonatkozó rész az csak kipontozásra került, tehát nem került szerződésileg rögzítve a jótállási idő, és mivel ez körülbelül 3,5 éve lett átadva ez a hivatal, ha jól satszolom, tehát nem lenne szabad, hogy ennyi hiba legyen, és ilyenkor ugye, mivel nincs leírva a szerződésből, hogy mennyi a jótállási idő, én a hatályos jogszabályt veszem alapul, ami 3, 5 és 10 éveket határoz meg bizonyos dolgokra. Most nem akarok mutogatni, de meg lehet nézni ezeket a tartógerendákat is, hogy hogy csavarodnak el, és hogy hozzák le a vakolatot. Tehát ezek voltak az úgymond eddigi intézkedéseim. Ami események fontosak, és mindenkinek fontosak, egész Karttalnak, a Verségi Képviselőtestület február 16-án hozott határozatot arról, hogy adósságrendezési eljárást kezdeményeznek. Amikor erről én értesültem, azonnal felhívtam a verségi polgármestert, hogy nekem ugye Karttal érdekeit kell mindenféleképpen képviselnem. Nem kell emlékeztetnem a képviselőket, de a lakosok talán nem tudják, mert akkor nem volt televízió felvétel, hogy tulajdonképpen volt két peres eljárás Verseg és Karttal között hosszú-hosszú évek óta, az egyik még a versegi tagiskola miatt, a másik pedig az eredeti szennyvízcsatorna beruházás miatt. A tagiskolai perben jogerős törvényszéki ítélet született, melyben kötelezték Verseget, hogy fizesse meg, most hadd ne mondjam forintra az összegeket, jelentős összegről van szó, a tőkét, a kamatot és a perköltséget. A másik perben Verseg perelt minket, még az eredeti csatorna beruházás miatt, úgymond totál alaptalanul, és a bíróság sem tud benne dönteni, mert már a dokumentumok sem fellelhetőek. És amikor ugye itt a közös hivatalt létre kellett hozni, mert ezt kötelező volt tulajdonképpen, mert ugye, hogy 2000 fő alatt nem működhet önálló hivatal, így Verseggel jelenleg ugye közös hivatalt működtetünk. Ugye a közös hivatallal kapcsolatos megállapodás elfogadásának az egyik feltétele volt, ugye, hogy egyezkedjünk már a peres eljárásokkal kapcsolatban is, mert nagyon furcsa, hogy közös hivatalunk van, közös jegyzőnk van, a hivatali dolgozók dolgoznak Versegnek, és közben meg perben állunk. Ugye akkor mind a két képviselőtestület, a Karttali és a Versegi is megtárgyalta a peres ügyekre vonatkozó előterjesztést, és meg is egyeztünk abba, akkor azt hagyta jóvá mind a két testület, hogy elengedjük a kamatot, fizessék meg 4 év alatt a tőkét és a perköltséget. De amikor úgymond tudomásomra jutott, hogy adósságrendezési eljárást indított Verseg február 16-án, akkor én közöltem Józsa Csaba úrral, hogy innentől kezdve most már akkor ezt a megállapodást, amit igaz, hogy a testületek jóvá hagytak, de valami miatt az idő is úgy alakította a dolgokat, hogy nem került még addig aláírásra, február 16-áig. Én mondtam, hogy akkor most már ezt a megállapodást nem írom alá, hanem akkor ugye az adósságrendezési eljárás ez olyan, hogy most ki fognak rendelni egy adósságrendező gondnokot, pénzügyi gondnokot, ez a hivatalos elnevezése, és tulajdonképpen ő fogja, ha vannak kint lévőségei Versegnek, azt behajtani, a tartozásaiba pedig egyezkedni a hitelezőkkel. És akkor pontosan ebből a meggondolásból, hogy akkor a
jogerős ítélet szerinti magasabb összegű tartozásunkat sorolja be ez a pénzügyi gondnok, ugye a követelések közé, mert valószínű, hogy a teljes összeget úgysem fogjuk megkapni, bár bízunk benne, de nem valószínű, hogy akkor az ítélet szerinti magasabb összegből kapjunk már kevesebbet, ha kevesebbet is kapunk, mint abból, amit ugye a testület jóvá hagyott, hogy elengedjük a kamatot. Remélem érthető volt így ez az elmagyarázása. Gondolom verseggel kapcsolatban kíváncsiak a képviselő társaim, hogy ugye etetjük, már elnézős, hogy így fejezem ki, a versegi gyerekeket január 5-e óta, hogy fizetette verseg a étkeztetésért térítési díjat. A januári térítési díjat teljes egészébe kifizette, az 401.100 forint volt, ha jól emlékszem. A februári étkezési díj is leszámlázásra került. Úgy tudom, hogy ez még nem lett részükről átutalva. Ez mennyi, ha megkérdezhetem? 270.000 forint az iskolái, és 138.000 forint az óvodának, amit befizetnek. Akkor ez megint egy hasonló összeg, tehát ez még nem érkezett meg. Reméljük, hogy még mielőtt a adósságrendező pénzügyi gondnok veszi át úgymond a pénzkezelést, addig Józsa Csaba polgármester úr ezt is átutalja, mert egyébként nagyon korrekt volt, tehát szólt, hogy most van pénzük, mehet a számla, küldik. Ennyit egyelőre versegről, aztán ha lesz még kérdés, akkor visszatérünk rá. Igen? Ne menjünk már tovább, mert szorosan hozzátartozik. Azért mondom, hogy a beszámolóhoz, itt van a második része, ami plusz 2 év, 6 hónap az óvodának. Mi van ezzel? Karpileg még el se tudják, de nem árt, hogyha megtudják ők is, hogy gyakorlatilag a bíróság 2 év, ugye amikor megszületett, beadtuk a bírósághoz a behajtást, vagy végrehajtást, vagy keresetet, az után még eltelt még 2,5 év. 2 év az iskolában, plusz 6 hónap még az óvodának. És erről beszéltünk akkor, hogy majd kiszámolja a pénzügy 30 nap, aztán kérte, hogy le van terhelve, adjunk még 30 napot. Most attól fogok már én félni, meg a többiek is lehet, hogy ez ki fog csúszni az adósságrendezőtől, ez a pénz, mire ez oda fog érni, hogy ezt kérjük, mert akkor azt beszéltük, hogy mi közjegyzővel is hitelesítetjük. Nem? Ha jól megy? Az a megállapodás. Ezzel mi lesz akkor? Hogy és akkor ugye a versenyek közösen aláírva is ezt rendezni fogják. De most erről nem esett szó, azért szeretném én is hallani. Jó, köszönöm a felvetésed. Való igaz, hogy amikor az egyességet tárgyaltuk, ugye itt együtt megállapítottuk, hogy ugye zajlott ez a per x évig, most hadd ne mondjak évszámokat, 3-4-5 évig, és közben az ügyvédünk nem emelte ugye a kereseti kérelmét, mert folyamatosan hozzá lehetett volna tenni, hogy telnek az idők, most sem fizetett verseg, most se, tehát a követelt összeget lehetett volna emelni, de ez nem történt meg, és így valóban a bíróság a kb. 2,5 évről, amit nem fizetett verseg, de nem lett a perben érvényesítve, ugye nem is hozott döntést. Való igaz, hogy mikor ezt tárgyaltuk, Kalcsó képviselő úr felvetette, hogy el ne felejtsük, hogy azért itt van még 2,5 év, és tulajdonképpen a pénzügy valóban gyűjti, még mi most is csak azt tudom mondani, hogy gyűjti az adatokat, még nem volt idő, igaz? Erősíts meg, igen, Andrea, hogy ez igen. Így van, mert hogy nem akarom mentegetni a pénzügyi csoportot, de rettenetesen leterheltek, tehát fél éjszakákat dolgoznak, mert mit tudom én, 13-án, 12 óráig az állam kincstárnak minden adatot be kellett rögzíteni a tavalyi gazdálkodásra vonatkozóan. De természetesen mennyi időn belül mit vállaljunk? Március 31-ére, amit kértem januárba, azt az időpontot. Ja igen, ezt te már egyszer kérted. Március 31-éig kiszámolják még azt, ami a bírósági ítéletben nem volt szerepeltetve időszak, és akkor ezt leszámlázzuk még versek felé. Hogy közben beszéljek még picit, ez a rendkívüli helyzet, ami most versekkel szemben fönnáll, hogy adósságrendezés alá vonják őket. Most nem kellett volna nekünk mindent félretenni, és akkor ezzel foglalkozni, mert ha ezzel is elcsúszunk, gyakorlatilag egy csomó pénztől, nagyon sok milliótól elesett a falu. Ez lenne még a hozzátevő részem, hogy... Jegyző asszonyt megkérem, hogy válaszoljon.
a versegi testület adósságrendezési eljárást indított azért, mert olyan rendkívül sok adóssága van a településnek, amit már a költségvetésből összességében nem tud kigazdálkodni. Ez az eljárás úgy indul, hogy be kell jelenteni a bíróságra, hogy eljárást indít. A bíróság megállapítja, hogy adósságrendezés alatt áll a település, és a cégközlönyben közzéteszi. Most a versegi önkormányzatot egy 15 napos határidővel hiánypótlásra hívták fel, tehát még nincs bírósági döntés, és még a cégközlönyben sem jelent meg az, hogy az adósságrendezési eljárás megindult. A adósságrendezési eljárás megindulása után lehet csak mindenkinek bejelenteni a követelését, amikor már a pénzügyi gondnok is ki van rendelve. Ez a bíróság fogja majd kirendelni a pénzügyi gondnokot is. Tehát mi dolgozunk ezeken az adatgyűjtéseken, hogy mire meg lesznek a bíróság által eldöntendő kérdések, akkor tudjuk bejelenteni. Jegyző, azt tudna nekem arra válaszolni, ha esetleg megy fejből, vagy jogszabályi utána nézést igényel, hogy hány napunk van a közzétételtől az igénybejelentésre? Én azt hiszem 15. Hát akkor a március 31, ha mondjuk adott esetben ez a héten még megjelentetésre kerül, akkor még nem fog megjelenni, mert mondom, a hiánypótlás még nem járt le a határidő a hiánypótlásnak. Tehát a bírósági döntés még a jövő héten szerintem nem várható. Köszönöm. Én arra szeretném, hogyha tájékoztatnánk a nézőket, hogy mit jelent ez a közös hivatal, hiszen akkor nem volt tévéfelvétel, amikor erről beszéltünk, illetve hogy a közös hivatalt érinti-e versenynek a jelenlegi ügye, amiről beszéltünk az előbb. Hát röviden érintettem az előbb, amikor erről beszéltem, hogy a közös hivatal az azt jelentette, hogy már 2013-tól, január 1-től a dátumokkal időnként bajba vagyok, tehát már az önkormányzati törvény úgy rendelkezett, hogy a 2000 fő alatti településeken nem működhet önálló hivatal, hanem valamelyik szomszédos településsel közös önkormányzati hivatalt kell létrehozni, és volt itt Aszóddal valami próbálkozás, és tulajdonképpen a jogszabály azt is behatárolja, hogy nem a harmadik településsel kell mondjuk közös hivatalt létrehozni, hanem a szomszédos, tehát ahol a közigazgatási területek határosak egymással, vagy esetleg egy település van közöttük. Tehát rövidre fogva az egész témát, tehát tulajdonképpen karttal maradt aztán a végén egyedül, aki ha önként nem vállaltuk volna be, hogy közös hivatalt működtetünk, akkor a kormányhivatal kötelezett volna rá bennünket. Igazából természetesen ez a mi hivatalunkra jelent több feladatot, mert igaz, hogy kaptunk erre vonatkozóan, vagy erre tekintettel három fő plusz státuszt, de ugye ebből két fő versegen dolgozik, egy fő, aki ugye itt a versegőügyekkel, meg hát nekem ugye azért hetente nincs egy nap minimum jegyzőm, meg elég sokszor egyébként is mondjuk versegőügyeivel kell foglalkozni. Tehát nem tudom, hogy kielégítő-e a válasz, hogy tulajdonképpen ez most a kartaliakat nem érinti, tehát a kartaliak ugyanúgy itt intézik az ügyeket, ugyanazok a dolgozók foglalkoznak továbbra is a mindenféle hatósági ügyekkel. A hivatalra jelent egy plusz terhet. Igen? Én szerintem Évi azt szerette volna, hogy kimondjuk mindenkinek a megnyugtatására, hogy a versegi adósságrendezés a kartali hivatal semmilyen formában nem tudja magával húzni. Nem, mert tekintettel arra, hogy itt nem arról van szó, hogy a két testület vagy a két önkormányzat társult volna, hanem gyakorlatilag csak az a hivatal közös, ahol a pénzügyi feladatokat és egyéb számításokat az alkalmazottak elvégzik. Így van. És ehhez kapcsolódóan lenne egy kérdésem. Így gondoltad, Évi? Azt arra szabad számítást esetleg kérnünk, vagy tájékoztatást arról, hogy ugye ehhez a feladatellátáshoz kapunk egy állami támogatást. És a megállapodás is úgy szólt, hogy abban az esetben, hogyha az állami támogatás mégsem fedezné a tényleges költségeket, akkor ugye feladat igényfelmerülés alapján fizeti ezt, tehát nyilván, hogyha versegre fordítunk több költséget, akkor a versegiek teszik ezt hozzá.
hogy az előző két hónapban az állami támogatás fedezte a ténylegesen felmerült költségeket? Vagy kell valamilyen további igényt támasztanunk versenggel szemben? Hát a bérek voltak nekik csak kifizetve. Tehát a semmit két fő egyébként semmi más nem hoztak ide. Tehát belett nekik a költségvetésbe külön soron ki is volt csillagozva, hogy mennyi van nekik betervezve dologi kiadásra, illetve bér és járulék költségekre. Na most én, ahogy számoltam, az állami támogatás ezeket fedezi. Éves szinten, de ez csak költségvetési szinten van. Az biztos, hogy semmi más nem költöttek, semmi más nem, kifizetés nem ment, csak a két versegi munkavállalónak a bére, aki átkerült ide, onnét köztisztviselőként. Nyilván ehhez még hozzájönnek olyan egyéb költségek, amit nem tudunk tételesen lebontani, de tekintsük a villanyfogyasztást, találjuk különeső, semmi ilyesmi nem történt, vagy akár a nyomtatóba a tonereket, ilyesmiket nem. Hát szeretném ezt is, tehát erre is van betervezve összeg, de teljesen külön fogjuk kérni. Tehát külön fogjuk azt kérni, hogy a versegi kirendeltségnek, hogyha vásárolnak ilyen dolgokat, akkor az külön legyen leszámlázva, és teljesen külön el tudjuk különíteni ezeket a költségeket. És számításod vagy meglátásod szerint az állami támogatás fogja ezt is fedezni? Én remélem, hogy igen fogja. Ha nem, akkor el kell velük számolni. Ugyanúgy, ahogy a versegi óvodánál, illetve az iskolánál is. Na most azért azt el szeretném mondani, hogy azért a könyvelést nagyon el kell különíteni, és nagyon el voltak különítve egyébként ezek a dolgok, amikor ugye volt a közoktatási társulás is, mert nagyon sokszor kellett nekünk még a bíróságnak is pótlólagosan adatot szolgáltatni, és bizonyítani. És valószínű, hogyha a bíróság nem látta volna azt, hogy ezek az adatok és ezek az összegek indokoltak, és ott van mögötte a valós kifizetés és a valós kiadások versek felé, akkor valószínű, hogy nem ilyen döntés született volna. Tehát itt volt nem egy szakértő, tehát az első szakértőre én is azt mondtam, hogy abszolút nem ért az államháztartáshoz, és verseg is kérte, ugyanúgy az újabb szakértőt, és a másik szakértő egyértelműen azt mondta, és az volt a bíróság állásfoglalása is, hogy az a másik szakértő, ugye, aki másodjára vizsgálta, és a döntés is ennek értelmébe született részünkre pozitívan. Úgyhogy ezek nem olyan egyszerűek, mert van ott egy kiadási oldal, és a bevételi oldalt kell nagyon konkrétan meghatározni. Hogy mi az a bevétel, amit én ott elszámolok. És azért a normatíva elszámolás azért nem olyan egyszerű dolog. Úgyhogy én ezért kértem akkor a ti türelmeteket, és azt, hogy március 31-ig kapjunk határidőt, illetve ugye költségvetés, beszámolási időszak van nekünk is a MÁG felé, ami határidő, és én tudtam, hogy ezekkel is kész kell lennünk. Jó, akkor a versekkel kapcsolatos témakör így ki van merítve, vagy van még kérdés? De Jutka jelentkezett előtt. Jaj, bocsánat. Tessék. Én csak annyit szerettem volna mondani, amit Mónika részben elmondott, hogy nem a két önkormányzat alakított együttes testületet, vagy közös testületet, hanem csak a hivatal. Csak a hivatal. A úgynevezett szakigazgatási munkát végezzük csak a közös hivatal keretében, és ez a hivatal nem jogutódja a versegi önkormányzatnak. Tehát semmi olyan dolog ér, ami a versegi önkormányzat kötelezettsége, mi pénzügyi felelősséget nem vállalhatunk, és nem is vállalunk. Jó. Igen. Én már ezt... Igen? Tessék. Oi. Zászlóként, hogy kérdezzem meg, ezt majd Jutkától kérdezném. Annak idején január 12-én nagyon fontos volt nekünk elmondásod szerint, hogy versenyre most csatlakozni kell, mert megerőszakolt bennünket akkor a kormányhivatal. Én úgy gondolom, inkább erőszakolt volna bennünket, lett volna róla papírunk, nem önként száll be a testületebe tisztelet a kivételnek. Én azt szeretném megkérdezni, hogy január 12-én volt ez a határozat, és a végrehajtás a gyakorlatilag még februárban se történt meg, hogy mennyi idő kell ahhoz, bár most lehet, hogy most jósült el, hogy úgymond polgármester azt mondja, hogy nem majd tudta végre a testületi határozatot, de hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy egy testület tud egy határozatot.
December 4-én volt, bocsánat. Amiről te beszélsz? Nem, nem január 12-én. Ez január 12-én volt, amikor a megállapodást jóvá hagyták. Február 14 vagy 16-án volt versenyen, amikor adósság rendezésként. Eltelt 4 hét plusz 1, majdnem 5 hét telt el azóta. És akkor polgármester azt mondja, hogy gyakorlatilag nem csináltam, mert nem írt alá a papírt. Lehet, hogy ez még nekünk szerencse is lesz, hogy így sült el, de én munkajogi szempontból kérdezem, hogy egy testületi határozatnak mi a kifutás ideje, hogy mikor kell végrehajtani a polgármesternek? A testület erre általában határidőt határoz meg, de itt ebben az esetben nem a polgármester volt az, aki végrehajtotta. Itt meg kellett várni, hogy a versegi képviselőtestület is hagyja jóvá ezt az egyességet, és aztán volt nekünk egy néhány módosító indítvány, amit a Réti ügyvéd úrral át kellett vezettetni. Azt követően a versegi polgármester úr aláírta, és utána jött közbe az adósságrendezés is, amikor a kartali polgármester asszony azt mondta, hogy akkor ő ezt nem fogja aláírni. Bocsánat, itt az idő elteléséhez még kiegészítésként hozzátenném, hogy nem lustaságról vagy hanyagságról igen. van szó, hanem ugye pont Gyöngy Mónika javasolta akkor, hogy ezt a megállapodást foglaltassuk közokiratba, és ugye amikor... Erről is volt, tényleg erről így van. Is volt tárgyalás. Tehát én megkértem igen, jegyzőasszonyt, igen. hogy akkor a testületi ülésen elhangzott kiegészítésekkel a letisztázott, megegyezéses vagy megállapodásos szöveget akkor készítse el, igen. akkor valóban verseg megtárgyalta, akkor felhívtam a közjegyzőasszonyt, hogy közokiratba szeretnénk foglaltatni, és hogy mennyiért vállalná. Mondta, hogy hát olyan 150 ezer forintért, de most beteg állományban van, hívjam már őt a következő héten. Akkor megint ugye eltelt egy hét, akkor utána most nem akar itt végig magyarázni, akkor Józsa úr elutazott egy pár napra, aztán tulajdonképpen így teltek el a hetek, és most én azt éreztem, hogy a sors is így akarta, hogy ez így elhúzódott, és tulajdonképpen utána meg már elmondtam, hogy mi történt, és miért nem írtam alá. Ja, bocsánat, az zavart meg, mert ti úgy kezdted a mondani valódat, hogy úgymond ránk erőszakolták ezt a megállapodást. Hát a közös hivatal létrehozása volt az, ami a kormányhivatal részéről történt. Az, hogy mi egymás között az adósságrendezéssel hogy egyezünk meg, az a kormányhivatalt nem érdekli. Bocsánat, ez zavart meg, mert ugye az december 4-én volt, amit december 11-ig kellett megkötni az önkormányzatoknak a közös hivatal létrehozásáról szóló törvényt, de ami a két versegi meg kartali önkormányzat között az adósságrendezéssel kapcsolatban született kartali döntés, az valóban akkor volt. Csak így kezdted a mondani valódat, hogy úgymond megerőszakolnak minket, tehát ebben nem volt gond. Akkor nem jól olvastad el azt a szerződés vagy javaslatot. Annak idén az utolsó oldalon egy pegezdésen az valami, amennyiben a két testület közösen megegyez, egyesülhet. Én ezt mondtam, csak hogy nem olvastam mindenki végig. Itt arról volt szó, hogy nekünk sürgős azonnal, mert a kormány minket mindenféleképpen kötelezni fog. Kötelezzen. Ha most kötelezett volna, lehet, hogy nem kéne ennyi hülyeséggel még foglalkozni. De nem az adósságrendezéssel kötelezett. Pontosan Kalcsó képviselő volt az, aki javasolta, hogy ne folyjon szét a testületülé, és maradjunk a napirendnél, haladjunk úgy, ahogy fontos, és ne fizessünk a Régió Plusznak se plusz pénzt. Így van. Tehát akkor szerintem rövidre kéne ezt zárni ezt a témát, mert valóban az volt ugye, hogy belevettük a közös hivatali megállapodásba, hogy akkor lép hatályba, majd ha megegyezünk a peres ügyekről. Igen. Ez ugye felment a kormányhivatalhoz, még jeleztük is, hogy lehet, hogy a kormányhivatal törvényességi szempontból észrevételt tesz. Nem tett. Utána a következő testületülésre hívtuk meg a Józsa Csaba urat, aki tájékoztatott a versegi anyagi helyzetről, önkormányzat anyagi helyzetéről, és úgy született meg ugye a peres ügyekben a megállapodás. De én azt gondolom, hogy most már kimerítő tájékoztatást adtunk erről, és tovább léphetnénk a versegi ügyről. Aztán folyamatában úgyis majd, ahogy zajlik, tájékoztatást adunk. Gyöngy Mónika, tessék. Köszönöm, én elnézést. Én tényleg csak azért szeretnék még egy utolsó mondattal ehhez hozzászólni, hogyha lehet, mert
annyi mindent hallottuk már itt a versenggel kapcsolatban. Ugye, amikor elterjedt ez a hír, hogy versegi adósságrendezés, onnantól kezdve nagyon sokan kétségbe estek itt Kartalon, és hogy akkor mi lesz velünk, mert ugye azt hallották csak, hogy közös hivatal, sokan ebből egészen más jellegű következtetést vontak le, mint ami valójában. Akkor hallottunk olyat is, amit azt gondolom, hogy ezért szeretnék szólni, és ezért szeretnék szót kapni, és köszönöm, hogy elhangzott olyan is, nem tudom, hogy honnan, de engem rendkívül bántott a dolog, hogy ezzel az egész döntéssel, amivel a képviselőtestület elfogadta a peregre vonatkozó megállapodást, tehát gyakorlatilag abban maradtunk, hogyha megszűnik a kétperes eljárás, mert azért volt ott egy fellebbezés is, amivel még nyilván időt húzhattunk volna. Tehát lényeg a lényeg azzal, hogy a kamatot elengedtük az önkormányzatnak cserébe azért, hogy elismertek minden követelésünket, ezzel a testület sikkasztást követett el. Én ezt azért szeretném kikérni azoktól, akik ezt elkezdték terjeszteni, azt gondolom, hogy a sikkasztás fogalmának ehhez köze sincsen, és szeretném ezt abból a szempontból mindenképpen rendbe tenni, hogy ez egy megállapodás volt a közös hivatal létrehozása érdekében, és ez egy olyan megállapodás volt, ami most már sajnos nem tud teljesedésbe menni, de azért ez mindenki számára egy előnyt jelentett volna. Igen. Köszönöm, Mónika, a kiegészítést. Én tudom, hogy az egyszerű, úgymond laikus vagy más szakmával foglalkozó emberek nem jogászok, és nem lehetnek mindennel tisztába, de gondolom a képviselőket, ha megkérdezik, azért ők már csak ismerik az önkormányzati törvényt, hogy más az, hogy közös hivatal, és más az, hogy önkormányzat. Két önkormányzat, úgy, ahogy jegyzőasszony is mondta, az nem egyesül, nem lesz közös önkormányzat. Van a versegi önkormányzat, ami tulajdonképpen a képviselőtestület testesít meg, van a kartali önkormányzat, amit mi testesítünk meg, a közös hivatal pedig az ügyintézésre vonatkozik. És az, hogy két jogi személy, mert most ugye versegi és kartal két település, vagy akár két magánszemély, ha egymással szemben van követelésük, tartozásuk, attól, hogy egyeznek, kölcsönösen engedményeket tesznek, nem követnek el se sikkasztást, se hűtlenkezelés, se semmit. És én azt kérem a képviselő társaimtól, hogy aki még esetleg nem olvasta az önkormányzati törvényt, vagy valamit nem ért belőle, nyugodtan kérdezze meg, és ne terjesszünk rémhíreket a faluba, mert igen, az egyszerű lakostól nem várhatjuk el, hogy ő legyen profi önkormányzati törvény, meg jogi ügyekbe, de azért valamilyen szinten nekünk tudni kell. Ha pedig valamelyik képviselő hall valamit, az ne fújja fel, bocsánat, nagyobbra ezt a hírt, hanem esetleg hívjon fel, jöjjön be, hogy akkor most miről van szó. Én örömmel vettem, hogy ez a héten már, meg már a előző hetekben is megvalósult, egyre több képviselő bejön, hogy ezt hallották, azt hallották, és akkor amikor megbeszéljük, és mindig korrekt, és törvényes, és igaz választ adok, akkor megnyugszanak ők is, és szerintem ezt kell csinálni, és ezáltal a lakosokat is megnyugtatni tudjuk, nem pedig az, hogy itt mindenféle hírek terjengenek. Megint csak megerősítenék egy kérést, ami már itt több szájból is elhangzott, tulajdonképpen több képviselő is mondta, hogy például ilyen esetben, amikor ennyire fajsúlyos a dolog, hogyha a Krisztike egy e-mailt elküldene nekünk, amit minden képviselőnek címeztet, mindenki ugyanazt az e-mailt elolvashatna, hogy most nem írtam alá a szerződést, mert ezért, meg ezért, akkor szerintem egy csomó izgalmat mondjuk mi is, és nem kellett volna mindenkit esetleg külön-külön tájékoztatni, illetve mi nem egymáshoz fordultunk volna, amikor valakivel összefutunk, és nem egymást kérdeztük volna meg. Ebbe megint nem szeretnék belemenni, nem tudom, hogy milyen pletykák járnak a faluba, amikor bejöttök, arra válaszolok, és ezt az e-mailezést most nem szeretném, ha elkezdenénk újra tárgyalni. Akkor én folytatnám a beszámolómat, illetve a tájékoztatásomat. Egy kicsit a jövőre vonatkozóan, hogy tudják majd a lakosok is, hogy mi várható az elkövetkező hetekben. Április 1-én, nem áprilisi tréfaként, 16 órakor a művelődési házban állásbőrze lesz, és egy olyan cég, akinek a cég kivonatát is kinyomtattam, tehát egy normális, korrekt cég,
aki munkaerő közvetítéssel is foglalkozik, tartana állásbőrzét, és én azt gondolom, hogy a tévét nézők között is nagyon sok sajnos a munkanélküli. Éljenek a lehetőséggel, jöjjenek el, és hát ha olyan munkahelyet tudnak nekik felajánlani, ahova el tudnak menni dolgozni. Időrendi sorrendben tovább haladva, mert lehet, hogy sokan értesültek róla, május 1-én szervezünk egy majálist, nem olyan régi majálist, amit tizenvalahány éve megszoktunk, mert annyi pénzünk nincs, de nagyon röviden elmondom, hogy a részletes program meg fog jelenni, de ez úgy tervezzük egyelőre, hogy délelőtt 10 órától a sportpályán indulnának a gyerekeknek mindenféle sportrendezvények, a főtéren pedig kezdődne a főzőverseny, és utána az egész nap különböző programokkal ki lesz töltve, de ezt csak azért jelzem, hogy aki főzőversenyre akar nevezni, az megteheti, és utána majd a részletes programok talán már a jövő héten teljes egészében letisztázásra kerülnek, és akkor majd a plakátok is, meg a honlapunk is tartalmazni fogja. Szintén odév van, de nem árt, ha elmondom, hogy a Zöld Híd Régió Kft.-vel egyeztettünk, június 27-én végzi el az évi szokásos lomtalanítási tevékenységét, ugye, ami teljesen díjmentes, ez benne van a velük kötött szerződésben. Ilyenkor ki lehet tenni ugye az elektronikus hulladékgyűjtési elektronikus hulladékokat is, és mindenféle lomokat, bútorokat. Lesz 9 gyűjtőpont, ugyanúgy, mint korábban volt. Erről majd részletes információt, hogy hol lesznek ezek a gyűjtőpontok, akár most is felolvashatom, de még kapnak a lakosok információt. Igen, tessék. Csak egy gondolat ehhez a ponthoz, hogy véleményem szerint meg kellene kérni a rendőrséget is, meg akár ugye a polgárőrséget is, hogy erre a napra, vagy erre az időszakra egy fokozott védelmet nyújtson a falunak. Mondjad akkor, légy szíves. Konténert helyeznek ki, és ők felügyeletet is biztosítanak, ezt már tavaly is így csinálták. Tehát nem olyan, hogy kirakjuk az utcára, és akkor az napokig ott kín lehet, hanem a gyűjtőpontoknál konténert hoznak, és ők biztosítanak őrt hozzá. Csak akkor valószínű, hogy tehát, amikor elmegy a híre, hogy van egy ilyen lomtalanítás valahol, akkor hát sajnos az a tendencia, hogy esetleg idegen csavargók is bejöhetnek, aztán szétnéznek a faluba, és ezáltal megnőhet a bűnözés, csak erre gondoltam. Szólunk. Jó, végül is nem rossz felvetés, de én tavaly már végig kísértem figyelemmel ezt a lomtalanítást. Most nem olvasom fel, jó, ezt a 9 gyűjtőhelyet, ez majd úgyis közhírré lesz téve, de tulajdonképpen egy az, hogy őrizték, a másik, hogy tulajdonképpen el is lett szállítva. Tehát ez a, úgymond ez a guberálás, meg éjszaka turkálunk benne, meg kiszedünk ezt, azt ez nem történhetett meg. Igen? Még elfacoljak hozzá, hogy ez most már harmadik éve működik így a Zöld Híd, de ez kétszer volt már. És ugye mondják, tehát szigetek vannak, kirakva nincs semmi, de minden évben a polgárőrség folyamatos járőrzést hajtott végre, mindig folyamatos volt. És hál' Istennek semmi problémánk nem volt. Se olyan alapokkal sem, akikkel nem kellett volna, se bűz, se lomta, piszok, tehát hogy nem szórtak szana szét semmit a faluba sem, tehát nem szemeteltek szét semmit. Tehát azért mondom, hogy ez már bevett szokás, tehát ezt csináljuk. Jó. Akkor folytatom tovább még a tájékoztatásomat, ami ugye nagyon fontos, hogy mindenki tudjon róla. Valószínű, hogy tapasztalta a lakosság, hogy az úgynevezett komposztáló telepnek nevezett szeméttelepet bezárattuk már körülbelül 2-3 hónapja, mert olyan nagyon sok zsákos szemét, építési törmelék, minden oda került ledobálásra, nem mondom, hogy a kartaliak vitték, lehet, hogy mások, de egyszerűen az már egy szeméttelep lett, ezért lezárattuk. Most pedig elkezdtük ennek a telepnek a felszámolását. Nem részletezem, ami éghető, azt elégetjük, ami építési törmelék, azt elszállítjuk, és utána ezt a szeméttelepet meg kell szüntetni, mert bocsánat, tele van patkánnyal, meg ez nem. Tehát ez nem egy
megfelelően megépített és kezelt komposztáló telep volt. Viszont új komposztáló telep létesítésében sem tudunk gondolkodni, mert annak a kialakítása, a szakszerű kezelése, az őrzése, a nyitvatartási idő, stb. Az most olyan költséget jelentene, amit per pillanat az önkormányzat nem tud bevállalni. Viszont ugye áttanulmányoztam a Zöld Híd régió, vagy Zöld Híd Kft.-vel kötött szemétszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést, és ugye ebbe benne van, hogy ők április 1-től november 30-ig az erre rendszeresített gyűjtőzsákban két hetente elszállítják a biohulladékot is, azaz a füvet, az apróra vágott gallyakat, ágakat, még az is benne van, hogy az ág az maximum 6 cm átmérőjű lehet, cserjék, bokrok, fák leveleit. Ma beszéltem még velük telefonon, és lényeg az, hogy zsákokat már a jövő héten hoznak ki. Ezt mi a pénzügyi csoportvezetővel leegyeztettük, mert eddig úgy volt, hogy ha a lakos a zöld hulladékot zsákban szerette volna elhelyezni, akkor 50 forintért vásárolhatott zsákot az önkormányzatnál. Mi ezt átvállaljuk, ezt a díjat, tehát mi fogjuk kifizetni a Zöld Hídnak a zsákok árát, és tehát április 1-től két hetente, páros héten mindenki kiteheti a úgynevezett, amit felsoroltam, biohulladékot. Tehát egyelőre a zöld hulladék, hogy így mondjam, fágak, gallyak, falevelek elhelyezésére ezt tudom javasolni, plusz amiről beszéltünk itt az elején, hogy megmarad a heti egy égetési lehetőség. De komposztáló telepet azt most nem tudunk létesíteni, a mostani pedig tarthatatlan állapot, tehát ezt meg kell szüntetni. Ami még szintén fontos, és több ember keresett meg emiatt, ez a Lehel utca. A csatorna beruházás ugye tavaly karácsonyig úgy nagyjából elkészült. A befejező része az most készült el, talán tegnap, vagy ma, igen. Ugye meg kellett rendelni a nagy feszültségi áramot oda a szivattyúhoz, mert ugye a szivattyú működteti az átemelőt, nem vagyok műszaki szakember, de ez így van, és tulajdonképpen ennek az áramnak az odavitelét az EMÁSZ fogja fizetni, nekünk csak, aki ezt megcsinálta, annak a munkadíját kell kifizetni. Tehát innentől kezdve most már rövid időn belül a Daköv ráköti a Lehel utcát a szennyvíz csatorna hálózatra. És mivel új házak épülnek a Lehel utcába, egyre több ember keresett meg, hogy mikor kerül már az ivóvíz hálózat is kiépítésre. Én erről már tavaly elkezdtem egyeztetni a Dakövvel. A jelenlegi információm is az, hogy tehát a tervek elkészültek, engedélyeztetés alatt állnak. Én azt kértem, hogy egy költségvetést is készítsenek, hogy ez mibe fog kerülni. Körülbelül 2.700.000 lesz, de ebből megint úgy lesz, mint a csatornánál, hogy csak a földmunka költsége terheli az önkormányzatot, és maga a vezeték kiépítése az a Daköv fogja viselni. Tehát azt gondolom, hogy egy pár héten belül megkezdődik a Lehel utcába az ivóvíz hálózat kiépítése is, mert ugye vannak olyan házak, amik most már épülnek. Ugye az a sor, ami a Kun utcával párhuzamos, ugye nagyrészt meg tudta oldani az ivóvíz odavitelét a Kun utcából, de már a másik oldal nem tudja megoldani, hogy a Kun utcából kapjon vezetékes ivóvizet, tehát ebben az ügyben is történnek lépések. Egy kicsit segítsetek, hogy amiket még itt felvetettetek, az utak volt az egyik, ugye? Erre válaszolnék is, hogy megjelent tehát kaptunk egy e-mailt, és most március vége felé fogja a belügyminisztérium kiírni a pályázati lehetőségeket. Többek között lehet pályázni aszfaltozásra, útépítésre, karbantartásra, járdaépítésre, és alig várjuk, hogy megjelenjen ez a pályázat. A tájékoztató szerint 20-30 millió forintot remélhetünk egy-egy pályázatból, úgyhogy az utak
rendbetételét, kátyúzását, aszfaltozását a pályázat függvényében fogjuk majd együtt eldönteni, hogy hol végezzük el. A buszvárókkal kapcsolatban gondolom talán arra gondoltál, azt hiszem Évike ezt te vetetted fel, hogy rendbe tenni, vagy Attila, annyi minden volt, hogy a Gabi. Tehát a buszvárók, egyelőre a felújításukban gondolkodunk, mert vadi újakat és modernebbeket nem tudunk betervezni pénzhiányában. Múlt héten kezdtek, ugye a közfoglalkoztatottak. Talán láttátok is már, hogy nagyon aktívan elkezdtek dolgozni, és tulajdonképpen a következő feladat most egyelőre rendezik ezt a komposztálótelepnek nevezett valamit, és a következő feladat az, hogy kezdjük a buszvárók rendbetételét. Nem mennék bele most, hogy műszakilag, hogy oldjuk ezt meg, ezt úgyis majd téged is bevonunk, mint képviselőt, Szarvas Csaba is segít nekem ebbe, és akkor tulajdonképpen szakemberekkel, illetve a közfoglalkoztatókkal minden buszvárót felújítunk, azon kívül még nem jutottam oda, de a közútkezelővel mindenféleképpen felveszem a kapcsolatot. Ezt éppen te jelezted egyszer, amikor beszéltünk erről, hogy Verseg irányából, ha jön a busz, ott kellene ilyen megfelelő megálló helyet kialakítani, úgyhogy ebbe is lépni fogok. Egyetlen egy dolgot. Igen. Akár a jó magam, akár a Dózsa György, meg a Szabadság utcai lakosok nevében azt szeretnénk kérni, hogyha van rá lehetőség, a Dózsa György út és a Szabadság utcai kereszteződésbe egy ilyen homorú tükröt szerelni, mert nagyon balesetveszélyes az a rész, és hogyha ha idegen ember ott eljön, nem fogja megadni a jogkészszabályt, biztos, hogy baleset lesz belőle. Tehát azt látom, hogy ha nem ott a helyiek mozognak, akkor, tehát most mindenki megáll, a helyiek megállnak, szétnéznek, de hogyha véletlenül valaki arra keveredik, az biztos, hogy baleset van belőle, mert nem lehet belátni. Igen, ezeket sorra fogjuk venni, már Szarvas Csaba képviselőtársammal is beszéltünk más helyekre is, hogy jó lenne ilyen tükör, csak egy pici türelmet kérek. Tehát mindig, jelezzük. Ahogy a pénztárcánk engedi, úgy tudunk lépni bizonyos dolgokba. De köszönöm a jelzést, hogy az is balesetveszélyes. Akkor a buszmegállóknál kérdezem, hogy akkor azt a valamikori felvetést, hogy esetleg az adótartozás fejébe épülnének új buszmegállók, azokat akkor elvetettük most egyelőre? Hát ahhoz tisztáznom kell pontosan, ugye új adóügyesünk van, ő nem nagyon tudja a szakmájukat, hogy melyik az asztalos, melyik nem, de már működik ez a dolog most is, hogy bizonyos munkákat, ugye erre a testület is hozott valamikor határozatot, tehát az adótartozás fejébe dolgozzák le. Ehhez csak annyit fűznék, hogy áll ez, csak ugye az csak a munkabér. Tehát tehát az anyagot azt nekünk kell, de mivel nekünk nincs pénzünk anyagra sem, hiába tartozik asztalos, ha nem tudjuk csinálni, mert az anyagot nem tudjuk megvásárolni. Ezzel kapcsolatban szeretném mondani, hogy tudomásom szerint szeptember 1-i hatállyal ezekre is lesznek kiírások, pályázati kiírások. A buszvárókra? Buszvárókra, új építésű buszvárókra, illetve lámpacserékre is, tudomásom szerint. Ennek utána kellene pontosan járnunk. Az az igazság, hogy én már nagyon sok pályázatíróval, alpolgármester asszony segítségével próbáltam telefonon, e-mailbe egyeztetni, hogy melyik adná a legkedvezőbb ajánlatot, mert tulajdonképpen én szeretnék egy olyan pályázatírót, aki előre tudja nagyjából, hogy milyen pályázatok fognak megjelenni, és ugrásra készen állnánk, ő is, meg mi is, mert ugye utána nagyon rövid mindig a határidő arra, hogy egy pályázati anyag össze legyen állítva. Egyelőre még természetesen a képviselőtestület nélkül nem is állapodnék meg senkivel, csak gyűjtöm a árajánlatokat, meg az infókat, és akkor utána hozom a testület elé, hogy akkor kivel kössünk szerződést, mert pontosan ezért, hogy ugye amit a belügyminisztérium ír ki pályázatot, azt tudjuk, mert megjelenik a pénzügyi csoportnak a
EBR rendszerén, ha jól mondom. De igen, vannak olyan pályázatok, amit most például Urbán képviselő úr is mondott, amit esetleg nem tudunk, ezért lenne jó mindenféleképpen egy olyan pályázatíróval szerződésben állni, aki folyamatosan figyeli és felhívja a figyelmünket, és hogy mire pályázhatunk. Hát igen, ezt már többnek felvetettem telefonba, még egyelőre nem reagáltak vissza. Akkor említettétek a kockató ügyét. Igazából erről is éppen talán tegnap beszéltem valakivel, hogy állítólag jön ki pályázat erre is, ilyen halastó létesítésére. Tehát itt megint azt mondom, hogy hivatkozva a pénzügyi helyzetünkre, hogy itt megint csak pályázat útján tudnánk valóban azt, amit terveztünk, egy horgásztó, egy park, egy szabadidő központ, vagy minek nevezzem, tehát egy ilyen területet kialakítani. Igen? Az a kérdésem, hogy talán olyasmi információm van, hogy maga a terület talán a győrki a Hévízgyörkhöz tartozik, igen, tehát a Hévízgyörki önkormányzathoz. Véleményem szerint azzal lehetne indítani, hogy megkeresni őket, hogy hát adják át nekünk ezt a területet mondjuk egy forintért, mert szerintem, hogyha... Győrki terület. Győrki terület. Hogyha nekik ez messze van. Tehát a győrkieknek ez itt nem ér szerintem semmit. Most, hogyha azt mondja, hogy dacol, és ő azt mondja, hogy nem fogja odaadni a győrki önkormányzat, akkor jöjjenek és tartsák rendbe. Kétszer fel van a szólítva, a harmadjára itt adják, szerintem. Kalcsó képviselő? Tudom, amikor a 9,5 hektárt megvettük, az pontosan a nagykaponok a vasárnap volt levetve a fakaró. Akkor kimért a mérnök. És azt mi megvettük a győrkiektől. A tó. A kapus sarkáig. Kapus sarkáig, igen. Így van. És akkor mit akarsz mondani? A tóba benne van? Nincs. Miért nincs benne? Hát az távolabb. Hát mert az messzebb van. Jó, hát akkor ennek meg kell nézni egyébként csak egyszerű azért, térkép, tulajdoni lap, és tisztázni lehet a tulajdoni viszonyokat, hogy akkor az kinek a tulajdonát képezi. És ha nem a miénk, akkor milyen jogcímmel használjuk egyébként? Na. Nem birtokoltuk még el? De, lehet. Nagyszerű. Itt terhel a felelősségre, netán olyasmi történik, mint versegen. Valaki belefúrat. Hál' Istennek ilyen még nem történt. Én igazából talán kétszer néztem meg közelebbről ezt a kockatavat. Tisztázni kell, akkor nekem ez fel sem merült, hogy nem a miénk. De ez tisztázható rövid úton. Tehát ahogy mondtam, egy térkép, annak alapján egy tulajdoni lap, és rajta van, hogy ez kinek a tulajdonát képezi, és ha valóban nem a miénk, akkor együtt megbeszéljük, hogy milyen feltételekkel egyezkedjünk. Nyílt víz. Hogy a tehát, hogy be van-e jelölve a földhivatalba, hogy ez nyílt víz. Azért mondom, hogy egy térképpel kezdjük majd akkor, és megnézzük. Valaki az jásták a száraz ég, az árpép, locsolták a pályát, és úgy bővítették ezt a részt, onnan locsolták mindig a vizet. Ennyi. Csak én csak azért gondoltam erre odafigyelni, hogy nehogy bajba kerüljünk, mert most a versenyek elég nagy bajba vannak. Szorongatják őket, hogy ez a kistány belefulladt. Egyik része azt mondja, hogy hát akkor a Balatont is be lehetne temetni. Való igaz, csak ugye a másik oldal viszont az, hogyha nem törvényesen van egy víz, tehát egy nyílt víz nem rendeltetésszerűen van használva, vagy nincs rá odafigyelve, állítólag ez a kislány azért fulladt bele, mert belepottyant, és nem volt olyan nagyon mély víz, csak nagyon iszapos volt, és ahogy taposott, egyre lejjebb ment, és végignézték a többiek, hogy megfulladt. Tehát igazából csak azért gondoltam, hogy szóljunk egy-két szót róla, hogy figyeljünk oda, hogy ha lehet a problémát elkerülni, akkor kerüljük el. Biztos, hogy nem hivatalosan ment ez az ásás, mert régen a salakos pálya területén volt egy körtó, és az helyett lett ásva, mert süllyedt a salakos pálya. Tehát ezzel nincs már az, hogy miért lett ásva, csak hogy ha már az ott van, csak hogy hivatalos-e? Rakjuk rendbe. Hogy... Jó, akkor ahhoz tartottuk magunkat, hogy nem beszélgetünk, hanem úgy szépen haladunk, ütemszerűen. Volt még valakinek valami felvetése, hogy még beszéljek? A kisbíró újságról beszéljünk majd egy kis. Ja, igen, igen. Akkor ez a kisbíró újság, legyen a testület döntése természetesen,
Én akkor tulajdonképpen ezt úgy indítottam, vagy úgy szerettem volna, lehet, hogy nem helyeselitek, hogy októbertől ugye polgármester voltam, és szerettem volna már arról egy bővebb információt adni, hogy a település tudja már, hogy mégis mi történt október óta, meg mit csinálunk itt. Való igaz, én azt mondtam, hogy egy kicsit újítsanak, de akkor visszatérünk az eredeti formához, vagy fejléchez, vagy elnevezéshez, vagy megjelenési formához, a testület ragaszkodik hozzá. Az is igaz, hogy nagyon spórolósra vettük, és csak 1200 példányba rendeltünk, és így is, nem is tudom, 300-valahány ezer volt, nem tudom, most hadd ne mondjak pontos összeget. Tudom, hogy legalább 1600 vagy akár 1700 darab kellene, de az már olyan költség lett volna, és igazából én azt kértem ugye az emberektől, hogy aki elolvasta, és mit tudom én, ahova nem jutott, adja tovább, utána pedig, hát tudom megint, nem mindenki nézi az internetet, de feltöltésre került a Kartali honlapra, tehát ott el lehetett még olvasni. De egyébként úgyis ez majd vissza fog kerülni ez a témakör, vagy napirend a testületülés elé, mert ez megint majd a... Tehát, hogyha most működik ez a televízió adás, hogy a testületülés adását megnézhetik a lakosok, akkor azt gondolom, hogy a települést érintő és a lakosokat érintő legfontosabb dolgokról itt tájékoztatást adunk, és akkor meglátjuk majd, hogy a költségvetési helyzetünk hogyan alakul, és akkor, hogy tényleg visszatérhetünk-e a negyedévenkénti vagy bizonyos időszakonként megjelenő újságra. Sajnos a pénz az meghatározó, rengeteg a kiadás, most nem akarok panaszkodni, de naponta jönnek a számlák, és hát nem könnyű megoldani, hogy miből fizetünk. Urbán képviselő. Esetlegesen lehet tudni, hogy még mennyi a adótartozásuk, mennyi a kint lévőségünk? Hát nem tudom, hogy most behoztam mennyi ezt. Mennyi lett már befizetve elmaradásokból? Ugye megnézem, hogy behoztam ezt a táblázatomat. Mert igen, volt egy ilyen igény, és az adóügyes kolléganőm készített nekem egy táblázatot, hogy ugye emlékszik rá a képviselőtestület, hogy amikor átvettem a munkakört, akkor 155 millió valamennyi be nem hajtott régi adó volt. Ez most, ez a kimutatás, ez azt hiszem februári dátummal, február 20-ai körüli időpontot tartalmazott. 11, 18, 19, 20. Olyan durván, igen, így mondta a kolléganőm, nem adtam össze, a 22 milliót hajtott be ez a kolléganő. Január 5-ével jött ide dolgozni, ugye erősen felhívtam a figyelmét a régi adókra, olyan 22 milliót hajtott be februárig. Aztán ugye egy kicsit a behajtás most leállt, mert ugye kellett az ezévi adó kivetéseket tulajdonképpen kiküldeni, és most folyamatosan folyik be, ugye hál' Istennek fizetik a lakosok az ezévi adót, és utána megint rátér arra, hogy a hátralékokat, és még pluszban szeretném tájékoztatni arról is a képviselőket, hogy ugye a munkakör átadásakor olyan 17 millió szemétdíj tartozás is volt az abból az időszakból, amikor még az AVE szállította a szemetet, és az önkormányzatnak kellett volna befizetni a díjat. Most már ez is át van adva adók módjára behajtandó köztartozásként, és ezt is fizetik az emberek. Sokan jönnek, hogy igen, nem bírják egy összegbe, akkor megengedjük azt, hogy részletbe. De hogyha látja az ember a fizetési hajlandóságot, akkor engedélyezzük, hogy több havi részletbe. Úgyhogy ezekből a régi adósságokból befolyó összeg, ez remélem, hogy segít egy kicsit az anyagi helyzetünkön. Tulajdonképpen, amit én a nyílt ülés keretében szerettem volna, hogy elmondjak, én azt elmondtam. Van-e még a képviselőknek valami kérdésük, hozzászólásuk, észrevételük? Két dolog, illetve három dolgot felvetettem én is arra. Egy esetben választ. Igen. Kaptunk a
tandártábornok úr révén. Igen. Két dolgot kérdeztem a óvodai dugulás elhárítással kapcsolatban, szeretnénk egy tájékoztatást, illetve ha már a kiadásokról volt szó, egy halvány reménysugár, hogy esetleg állami támogatást vissza lehet igényelni, hogy... Jaj, bocsánat, igen, nem mindent írtam fel, mert az elején. Jó, melyik óvodai dugulás elhárításról szeretnél tájékoztatást? Ez az, hogy nem tudok semmit, csak itt a Mónikára hivatkozom, amikor mondta, hogy elindulnak bizonyos dolgok. Nagyon rövidre zárva, hogy vakriasztás volt. Hogy most ténylegesen mi történt. Volt-e Viszmajor helyzet, szolgáltató meglette bízva, ha igen, akkor mennyiben lett kifizetve, nem tudunk semmit. Jó, akkor elmondom. Október 17-től vagyok bent a hivatalba. Andrea, segíts! November környékén volt, ugye? Hogy beállított egy cégvezető, vagy nem tudom, minek nevezzem, hogy az óvodából küldték őt, a konyhások, hogy dugulás van, és hogy mivel a vezető óvónőt nem tudják elérni telefonon, hát engedélyezem-e, hogy elvégezzék ezt a munkát. Akkor én is hívtam telefonon a vezető óvónőt, de nem volt elérhető, biztos csoportba volt, és hát mondom, miután nem szeretném az óvoda munkáját akadályozni, ha valóban dugulás van, és ezt kérték, akkor végezzék el. Igen, való igaz, utána visszajöttek ilyen közel 100 000 forintos számlával, amit megmondtunk, hogy nem vagyunk hajlandók kifizetni. Most nem tudom pontosan az összeget, lementünk bizonyos összegig, és ez ki lett fizetve, és az önkormányzat terhére lett kifizetve, tehát nem az óvoda költségvetését terheli. Most lehet ítélkezni felettem és pálcát törni, de utána a televízió is foglalkozott ezzel, hogy sok településen, ahol úgymond új polgármester volt, bepróbálkoztak ilyen cégek, hogy mit tudom én, azt üzente a vezetőóvónő, vagy azt üzente a valaki. A múlt héten is volt már ugyanilyen, hogy a bölcsödéből küldték, és hogy dugulás van, és mondtam, na húzzanak el gyorsan innen, mert egyszer már sikerült csőbe húzniuk. Ennyi. Végül is ki lett takarítva a rendszer, és a felvételt megmutatták a munkájukról, tehát az ott volt dátum szerint, hogy valóban, bocsánat, volt mit kitakarítani, azt úgy lehetett látni, tehát volt mit kitakarítani, elvégezték a munkát, lealkuttuk a díjat, kifizettük, és nem az óvoda költségvetését terheli. Ez a helyzet, tehát tényleges dugulás nem volt. Hát valószínű, hogy nem. Igen. Köszönöm. Jó. Szeretném kiegészíteni. Én meg nem szeretnék erről többet beszélni, úgyhogy nem adom meg a szót. A másik, mi volt a... Jó, akkor dönts el a testület, hogy az óvodavezető asszony ebben a témában most kezdjen-e hosszan beszélni. Nem fogok hosszan. Ezt már ismerjük. Na, tessék, aki úgy dönt, hogy adjuk meg a szót a vezető óvónőnek, az emelje fel a kezét. Jó, akkor a többség megszavazta, tessék, parancsolj. A idegen siófoki vállalkozó a tűzépi óvodába a csoportlátogatás közben keresett meg, azzal, hogy a pecséttel ellátott papírt elintette, hogy a polgármester asszony megrendelte a munkát. Azonnal ott hagytam a tagóvodát, az összes dolgozómat kikérdeztem, hogy ki jelezte egyáltalán a problémát, és van-e. Saját magam meggyőződtem azokról a felemelt betonlapokról, kristálytisztán folyt a víz. 2,5 éve lett a teljes rendszer kitakarítva, úgy, hogy még a mosogatók is, mert hogy akkor valóban teljesen följött a felszínre a szenny, és az óvoda belső szabályzata szerint senki nem intézkedik mindaddig, amíg az óvodavezetőnek nem jelzi a problémát, és az eddigi műszaki kapcsolataink szerint pedig intézményvezetőként egyedül műszaki tartalmat nem rendelek meg, mindaddig, amíg a műszaki
csoporttal nem egyeztetek, majd a polgármester, a volt polgármesterekkel nem egyeztetek, és amikor arra engedélyt kaptam, árajánlatokkal intéztük a dolgot. Én nem rendeltem meg a munkát, nem is vettem át, de belenéztem a gödörbe, azt a fényképet megnézném. Tessék, Gyöngy Mónika. Egy kérdésem lenne, hogy amikor ön ezt észlelte, akkor nem kereste a polgármestert, hogy önnel lehet dugulni? Dehogy nem beszéltünk telefonon. Azt mondtam, hogy nem rendeltem meg, és én nem is fogom átvenni, mert a két ember, aki nekem új volt, én akkor láttam először, kérték, hogy akkor most mi legyen. Mondtam, hogy mivel nincs probléma, nem rendeltem meg, hivatalosan nem is fogom aláírni, és nem fogom átvenni. Jó, köszönöm. Remélem akkor mindenki kielégítő választ kapott. Nem tudom, hogy novembertől eltel december, január, február, március, 4 hónap után miért kellett erről beszélni, de nem titok. Ez van, ez történt, ki lett tisztítva az óvoda szennyvíz csatornája. A következő kérdése volt Bognár képviselő úrnak, hogy a létszám leépítés miatt, ugye pontosan a Bognárné Edit, így mondom, ügyében ugye visszaigénylési lehetőségünk van állami támogatásra. Na most ezt Andreával már próbáltuk kiokoskodni. Most úgy tudom, hogy a legutóbbi verzió szerint a Magyar Államkincstártól azt a tájékoztatást kaptad, hogy nem lehet már, igaz? Mert hogy ez akkor volt, és mivel peres útra került, és elhúzódott ennyi évig, azt a bizonyos, nem mondok összeget, 190, vagy mennyit írtál, vagy 1 millió 9, most bocs, nem tudom. 2 millió majd. 2 millió, akkor 1 millió 9 valamennyi. 2270. Igen, akkor jól emlékeztem, hogy 1 millió 9 valamennyi, mivel már elmúlt az az időszak, amikor a létszám leépítésre adott állami támogatást, vagy pályázatot megkaphattuk volna, itt meg a per elhúzódott, nem tudjuk visszaigényelni, de abba egyeztünk meg a pénzügyi csoport vezetőjével, hogy ebben még tájékozódunk, mert még más szervek véleményét is kikérjük, meg esetleg még a kliknél, mert ugye átkerült az iskola a klik fenntartásába, hogy ők tudnak-e élni ezzel a joggal, mert semmiféleképpen nem szeretnénk elveszíteni közel 2 millió forintot. Tehát ez is napi renden van, úgyhogy köszönöm szépen a jelzést. Van-e még valami? Igen? Ehhez akkor hozzászólnék, mert ma beszéltem a kincstárral, az ügyintézővel, aki ezekkel a létszámcsökkentéses pályázatokkal foglalkozik, és hát mihelyt feltette a kérdést, már akkor nekem bebizonyosodott, hogy ugye nem vagyunk jogosultak, mivel az volt a kérdése, hogy na és ki nyerte meg a pert. És mivel a Laciék nyerték meg, tehát nem az önkormányzat, ezért nem vagyunk jogosultak ezt visszaigényelni. Jó, köszönöm. Van-e még valami kérdés, észrevétel, javaslat? Jó. Amennyiben nincs, akkor köszönöm mindenkinek a megjelenést, a kedves lakosságnak is, és buzdítsák, hogy jöjjenek el még többen. És ezzel a nyílt ülést bezárom. És van még zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontjaink. Én azt kérem, hogy ezt a polgármesteri irodában folytassuk tovább a zárt ülést, hogy ugye a televízió is tudjon összepakolni, és ne lépjük túl nagyon az időt. Úgyhogy viszontlátásra mindenkinek. Mm.